Itt elől még két hely tutira van. Sőt, még egy, úgyhogy hárman nyugodtan ide jöhetnek előre. Senki se átsorogja végig az ajtóban. Van egy ott, és egy ott a sarokban. Sőt, akkor még további ketten is az átsorgók közül nyugodtan ide jöhetnek előre. Ragaszkodnak az álló szektorhoz. Kik álló? Elkezdenék, hogy ne nyújtsuk túl hosszúra az estét. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a Révben, ez a Komáromi Szalon elnevezésű beszélgető est sorozatnak a 30. felvonása. Két éve kezdtük, ez a 30. beszélgető est. Mindig el szoktam mondani az elején, elmondom most is, hát ha vannak itt újak, hogy a Komáromi Szalon egy politikai pártoktól független, 0 cent költségvetésű civil kezdeményezés. Ez a 0 cent költségvetés azt jelenti, hogy senkinek nincs anyagi haszna a Komáromi Szalomból, sőt, még a vendégeinknek sem fizetünk honoráriumot, úgyhogy ők is teljesen ingyen jönnek el közénk Komáromba. Azt akarjuk, nem pályázunk sehová, tehát semmilyen minisztériumhoz, semmilyen alapítványhoz nem pályázunk, éppen azért, mert el szeretnénk kerülni azt, hogy bármiféle függőségi viszonyba kerüljünk, vagy bárhogy ilyen. Tehát el szeretnénk kerülni a kiszolgáltatottságot, és mindennél többre tartjuk azt, hogy ennek a rendezvény sorozatnak a szellemi függetlenségét megőrizzük. Bár természetesen vannak olyan mozgalmak, amelyekkel szimpatizálunk, például a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom. Ilyennek teret adtunk novemberben tavaly a Peredi táblaügy kapcsán. Ketten szervezzük a Komáromi Szalont, szervezőtársam itt ül elő, Sánta Szilárd, irodalomtörténész és egyetemi oktató. Én Gazdag József vagyok, az Új Szó sport újságírója. A legutóbbi estünk is rendhagyó volt, olyan értelemben, hogy akkor Malina Hedvig ügyéről volt szó, és az est nyelve szlovák volt vendégeink miatt, akkor Roman Kvasznica, Malina Hedvig ügyvédje, illetve József Hástoban eddig pszichiátere volt itt a Révben. Bizonyos szempontból ma is rendhagyó szalonbeszélgetést tartunk, hiszen nem szoktunk politikust meghívni ide a Komáromi Szalomba. Az utóbbi két évben egyszer volt rá példa, hogy politikus ült itt kint a pódiumon. Tavaly
a kisebbségi kultúrára szánt pénzek elosztásáról rendeztünk itt egy vita estet, arra elhívtuk Áll Nagy Lászlót, aki akkor még kisebbségi kormánybiztos volt, és azon is itt volt Bárdos Gyula, a Csemadok elnökeként, és itt volt Hégli Dusán is, illetve Kovács Balázs, most is itt ül elő a diákhálózat alelnöke, akit egyébként azután az est után perrel fenyegetett meg egy parlamenti képviselő. Ez csak így zárójeles megjegyzésként. Akkor Lovász Attila volt az est házigazdája. Ma Lackó Sándort köszöntöm ebben a szerepben, és örülök, hogy elfogadta a felkérést. Lackó Sándor közbeszédnek a bloggere. Ő vezeti majd a mai beszélgető estet. Vendégünk pedig Bárdos Gyula, Szlovákia első magyar köztársasági elnök előtte. Fogadják őket sok szeretettel! Nem szokásunk így az elején hosszadalmasan bemutatni a vendégeket, ettől most is eltekintünk. Nem fogunk ilyen Wikipédia szócikszerűen életrajzokat sorolni, hogy ki, mikor és hol fejezte be a tanulmányait, meg ilyesmi. Amit fontosnak tart majd a vendégünk elárulni saját magáról, világlátásáról, értékrendjéről vagy nézeteiről, azt gondolom, hogy majd úgyis elhangzik ezen az esten. Mióta meghirdettük azt, hogy Bárdos Gyula lesz itt a vendég a mai komáromi szalonban. Hát kaptunk néhány, hogy is fogalmazzak, számon kérő levelet, vagy érkezett néhány ilyen reakció, hogy ez biztosan kampány, rendezvény, meg ilyesmi. Most szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy a komáromi szalon az továbbra is egy politikai pártoktól független civil kezdeményezés és beszélgető est sorozat szeretne maradni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy Bárdos Gyula jelölését egy olyan jelentőségű dolognak vagy eseménynek tartjuk, amely után magától értetődő volt számunkra, hogy akkor meghívjuk őt a komáromi szalon, mert azt hiszem, hogy sokunkat érdekel az, hogy bizonyos közéleti kérdésekről mi az ő véleménye. Ennyi a bevezető, még ilyen két technikai megjegyzés az esthez. Lesz egy nagyjából egy-másfél órás beszélgetés. Utána következnek majd a BUM hírportál által összeállított villám kérdések Bárdos Gyulához. Ezeket Finta Márk főszerkesztő tolmácsolásában halljuk majd. És ezek után, a villám kérdések után adunk teret, mint ahogy minden est végén szoktuk, a közönségnek. Tehát bátran lehet majd kérdezni, arra fogunk kérni csak mindenkit, hogy lehetőleg röviden és rövid és világos kérdéseket tegyenek fel. Illetve, azt már említettem az elején, ez a 30. komáromi szalon az első olyan, amelyről élő internetes közvetítést láthatnak a nézők. Ezúton is köszöntöm őket. Az élő közvetítés a BUM hírportálon tekinthető, meg a Közbeszéd blogportálon, és a közvetítést a Napi Gerzson blognak és az ő technikai segítségének köszönhetjük. Tehát a végén jöhetnek majd a kérdések. Fontos megjegyeznem, hogy az egész rendezvénynek a média partnere az Újszó, és a mai beszélgető estről összefoglaló cikk jelenik majd meg a Napilap szombati számában. Ennyi volt a felvezető részemről, most átadnám a szót Lackó Sándornak és Bárdos Gyulának. Hölgyeim és uraim, elsősorban engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket. Ma engemért, Lackó Sándor vagyok, a közbeszéd.sk bloggere, és ma engemért az a megtiszteltetés, hogy
Szlovákia első magyar államfőjével, illetve bocsánat, államfőjelöltjével. Kicsit előre rohantunk, pontosan. Én fogok vele beszélgetni. Sor kerül mindenkinek a kérdésére, illetve megpróbálunk minden választ megválaszolni. Az est elsősorban egy ilyen kérdezfelelek formájában fog lezajlani. Amit elfelejtenék esetleg feltenni valamilyen kérdést, akkor megkérem őket, pótolják a végén. És akkor el is kezdenénk talán. És hát általában, amikor politikai interjúkat készítünk, ugye a blogportálunkra, akkor enyhén szólva minden feszült hangulattal kezdődik, és ugye hát egy politikussal nagyon nehéz a közvetlen viszony. Úgyhogy szerintem próbáljuk meg ezt a stresszt itt egy kicsit oldani, és ha esetleg volna valamilyen viccet, vagy egy jó történetet, akkor dobd be nekünk, de megkérlek, hogy légy rövid, jól, mert szeretnék mást is kérdezni. Ezt is szeretném megköszönni a meghívást, és nagyon örülök, hogy ennyien itt vannak. Azt hiszem, hogy Sándor, mi tegeződünk, és nem fognak rossz szemben nézni ránk, hogyha itt most nem fogjuk megjátszani magunkat, és továbbra is tegeződni fogunk, hogyha... Egyetértek, mi egyébként ismerjük egymást. Azért mondom, hogy jó volna, hogyha tartanánk magunkat ehhez. Mit kérdeztél, hogy mit mondjak? Hát talán egy jó viccet, hogy amivel esetleg föloldhatsz engem, látod, majd szétfeszülök a tiszkolom. Hát jó volt a kezdés, azt mondtad, hogy államfő, hát bárcsak a proféta beszélne belőled. Vicc, hát komáromi szalon vendége vagyok. Aztán itt, ha vicc, akkor valami szalonképes viccet kéne produkálnom, nem biztos, hogy ez sikerül. Egy sztorit mondhatnék? Egy rövid sztorit? Ma egy kereskedelmi rádióban voltam, és az élőadást követően az egyik szerkesztő, nem az, aki kérdezett a műsorban, azt mondja, hogy megkérdezte tőlem, hogy hallottam-e azt, amit Pozsonyban beszélnek. Hát nem tudom, miről van szó. Hát, hogy megkérdezték a mostani államfőt, Iván Gašparovićot, hogy hát most már nem sokkal a választások előtt, hogy gondolja, hogy melyik jelölt van a legközelebb az elnöki hivatalhoz. És Iván Gašparovićot rávágta, hogy Bárdos Gyula. És néztek rá, hogy hát miért mondja Bárdos Gyula. Mondta, hogy hát a Gašparovićot fogottával szembe van a Csevalok irodája, tehát ő van a legközelebb. Tehát akkor esetleg a tantusz nekik. Ha már ennyire közel kerültünk a Gašparovićot palotához, talán az elsődleges kérdés, ami mindenkiben megfogalmazódik, az ugye, hogy miért jelöltetted magad végül, és mi az a motiváció, ami téged, Bárdos Gyulát oda vezetett, hogy államfő szeretne lenni? Hát először is nem Bárdos Gyulának volt a motiváció, hogy államfő szeretne lenni, ezt már elmondtam, és örülök, hogy itt is elmondhatom, tehát nekem ilyen ambícióm nem voltak. Mikor a felkérés érkezett, akkor természetesen elgondolkodtam ezen, mert hát egy komoly felkérés. És mikor a Magyar Közösség Pártjának az elnöke ezt közölte velem, illetve hogy gondolkozzak el, hogy esetleg nem vállalnam-e, akkor időt kértem, és miután hát alaposan átgondoltam, és már korábban is az volt a véleményem, hogy hát kellett volna már a Magyar Közösségnek államfő jelöltet állítania, és nem az 5 évvel ezelőtti államfőválasztásra gondolok, hanem az azt megelőző államfőválasztásra, például akkor, amikor első alkalommal lett Iván Gašparovićot az államfő, akkor ugyanis volt egy egyesség, hogy az akkori jobbközép pártok adnak egy közös jelöltet, az akkori miniszterelnök ezt úgy gondolta, hogy hagyjuk a történelmet. Hagyjuk a történelmet, jó. Maradjunk annyiban, hogy szerettem volna, szerettük volna már akkor, hogyha lett volna magyar államfőjelölt, akkor nem volt. Most pedig elérkezettnek láttuk az idejét annak, hogy legyen államfőjelölt. Ehhez kellett az, hogy a Magyar Közösség Pártja jól szerepeljen, a regionális választásokon kellett az, hogy Berényi József bekerüljön a második körbe, és kellett ez az is, hogy a regnáló miniszterelnök mondja azt, hogy hát hogy képzeli egy magyar, hogy ő lesz a megyefőnök Nagyszombatban. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, amikor az MKP-ban az is, aki addig vacillált, és azt mondta, hogy hát nem túl bátorság, nem nagy merészség. Azt mondta, hogy igenis, kell államfőjelöltet állítani. És így kerültem én is a képbe, miután gondolkodtam, azt mondtam, hogy ha megbíznak bennem, ha bizalmat kapok, akkor elvállalom. Tehát így jöttem én a képbe, tehát nekem ambícióim nem voltak, de miután elvállaltam, bizalmat kaptam, teljes egyértelműen mindent el fog követni azért, hogy lehető legsikeresebb legyen Mártól 15-e számomra és a felvidéki jelenleg, számára. Jelenleg mi a motiváció? Ugyanis a számok értelmében hát ugye látjuk, hogy köztársasági elnök belőled most csak nagyon nehezen lehet. Hát a motiváció több motiváció van. Ha ezt össze kellene foglalnom, akkor azzal kezdeném, hogy
Hát a felvidéki magyaroknak ezáltal is meg lehet mutatniuk azt, hogy egyenrangú állampolgárok kívánunk lenni, ebben az országban is, nem másodrangú állampolgárok. Szerintem nem szabad föladni azt a lehetőséget, hogyha valamilyen posztot elfoglalhat, illetve a posztért versenyezhet valaki, hogy a magyar maga mondjon le erről. Tehát nem mondjunk le erről. Ha van ilyen lehetőség, igenis, próbáljunk felnőttként viselkedni. És idefele jövet már láttam egy-két óriás plakátot. Hát valóban, merjünk nagyok lenni, merjünk végre felnőttként viselkedni. És azt hiszem, hogy a legfontosabb döntés az, hogy van magyar államfőjelölt, az, hogy a személye ki, tehát én vagyok, az egy másodlagos dolog szerintem, mert a legfontosabb döntésnek azt tartom, hogy végre van magyar államfőjelölt, olyan államfőjelölt, aki a velünk kapcsolatos kérdéseket leteheti az asztalra, a viták során beszélhet fontos kérdésekről, mert az, ami a több mint két évtized után történt velünk, felvidéki magyarokkal, a velünk együtt élő nemzetiségek képviselőivel, és a velünk együtt élő szlovákokkal is, hogy Dél-Szlovákia lemaradt, nem beszélve arról, hogy a legutolsó népszámolási eredmények azt mutatják, hogy nagyon gyorsan fogyunk. Tehát itt az ideje, hogy ezen a megmérettetésen elmondjuk azt, hogy mi mit szeretnénk, kezdjünk egy olyan párbeszédet, amely párbeszédnek szerintem nem csak a magyar közösség, de a többi nemzetiség, a velünk együtt élők, illetve az egész Dél-Szlovákia is profitálhat. Mert eddig a kisebbségi problémák, vagy kisebbségi kérdések... Ezekhez a témákhoz még vissza fogunk térni a később. Parancsolj, te vezeted a beszélgetést, úgyhogy kívültem. Most kicsit visszatérnék úgy az első kérdésben elhangzottakra, illetve arra, hogy mint azt tudható, te ugye az MKP-nak, az Országos Tanácsának tanácsában is benne vagy, valamint a Csemadoknak az elnökeként is ténykedsz. Voltak különböző viták ugye a civil vonalokról, illetve a politikai vonalokról, illetve hogy mennyire folyik össze a civil és a politikai vonal. Te a Csemadok elnökeként, illetve az MKP Országos Tanácsának a tagjaként, hogy szemléled ezt egyáltalán? Szerinted megfér ez a kettő egymás mellett, hogy te egyben politikus is vagy, civil is vagy, 46 ezer aláírást összeszedsz probléma nélkül 3 hét alatt, tehát megkapod a civil jelölést, és ettől függetlenül politikai jelöltként is be vagy néha napján állítva. Mennyire folyhat ez a kettő egybe? Nem egy skizofrén állapot ez véletlenül? Nem, mert én Bárdos Gyula vagyok akkor is, amikor a Csemadok országos elnökeként mondok véleményt. Én nem játszottam színházat ilyen szempontból, és nem mondtam le az MKP-s tagságomból csak azért, mert valakik úgy gondolták, hogy ha ezt megtenném, akkor én más embernek lennék. Én nem szeretem a képmutatást. Őszinte ember vagyok, és itt mindenki tudja, hogy én ki vagyok, hol voltam, hol vagyok, sőt nem csak az országos választmánynak vagyok a tagja, az országos elnökségnek is a tagja vagyok, és Pozsonyban az MKP megyei elnöke vagyok, Pozsony megyei elnöke, de a Csemadokban is természetesen szerepelek, ott vagyok, és szerintem ez nem összeférhetetlen dolog. Nem szabad összetéveszteni, nem lehet szereptévesztést elkövetni. Tehát szereptévesztés... Elnézést, az nem szereptévesztés, hogy egyik pillanatban... Semmiképpen sem mondjuk a Csemadok elnökeként, civilként tárgyalsz valakivel, utána másik pillanatban átmész 3 utcát, és egyességeket kötsz a megyei választásokon például? Hát szerintem nagyon jó egyességet kötöttünk Pozsonyban. Pozsony, nem mondom, hogy rossz. Pozsony megyében egyedül ott volt olyan összefogás, a jobbközéppártok, az MKB és a Híd között, hogy a 10 képviselőt sikerült bejutatni. Tehát ott, ahol 3,6%-nyi a magyar Pozsony megyében, ott kérem szépen az MKP és a Híd a jobbközép pártok koalíciójában 10 képviselőt juttatott be, és ebből 7-en magyar nemzetiségűek, az egyik szépen beszél magyarul, 2 szlovák, 8 ember van, 10 ember van ott. Gyula, munkádat nem mondtam kétségbe, nehogy félreértsd. Csak azért mondom, hogy ha nem bírnál... Arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted ez nem összeférhetetlen? Ez nem összeférhetetlen. És az, hogy politikai jelölt vagyok, vagy pártjelölt vagyok? Hát pártjelöltként indultam, de a MKP országos tanácsában a velem kapcsolatos titkos szavazásnál fölkértem az ott jelenlévőket, hogy csak az szavazzon nekem bizalmat, aki komolyan veszi azt, amit én úgy szeretnék csinálni, hogy én nem csak, és a csak idézőjelbe értendő, nem csak egy pártjelölt szeretnék lenni, én a közösség jelöltje kívánok lenni, sőt tovább mentem, csak az adja rám a voksát a titkosszavazáson, akinek elfogadható, hogy én a magyar közösség jelöltjeként a többi nemzetiséget is képviselni akarom, sőt, a velünk együtt élőket, a velünk együtt élő szlovákokat is Dél-Szlovákiában, és így ebben a jelölésben, mert ez nem egy helyi választás. Tehát ha valaki államfőjelölt, akkor természetesen meg kell szólítania, meg kell kísérelni, megszólítani mindenkit, nemre, vallásra,
párthovatartozásra való, attól függetlenül. Tehát tulajdonképpen... Köztársasági elnökként megtartanád a csomagok tagságot? Ha bizalmat kapnék és én lennék a köztársasági elnök, az biztos, hogy olyan köztársasági elnök lennék, aki véleményt mond, nem olyan, aki sunyít. Hát a mostani államfő 10 évig nem mond véleményt fontos kérdésekben. A parlamentben nem lép föl. És ideje volna, ha volna az országnak végre nem kommunista államfője, olyan államfője... A csomagok tagságot megtartanád. Mindjárt oda is eljutunk. Olyan államfője lenne, aki nem csak, hogy soha nem volt kommunista párt tagja, hanem nincs semmiféle kapcsolatban a oligarchákkal, a pénzügyi emberekkel, akik mozgatják a gazdasági szálakat, tehát nem függök senkitől. Tehát az, hogy én kisebbségi vagyok, tehát számbeli kisebbséghez tartozom, eleve magába foglalja azt, hogy én toleráns vagyok. Hát a másságot mindenképpen tisztelem. És az, hogy másképp beszélnek, hogy máshova tartoznak, más pártnál vannak, vagy semmilyen pártnál, ezt én figyelembe venném. És visszakérek oda, ha én lennék az elnök, természetesen a tagság, mint olyan, ez nem párttagság, a csemadok tagság, a párttagságot teljesen egyértelműen nem lehetne megtartani, és nem is tartanám meg, de az, hogy én csemadok tag vagyok, az elnök itt természetesen nem, hát hol lehetne ez? Világosan nem. Tehát azért mondom, hogy tovább másik lépés. Ha már itt vagyunk a csemadoknál, a csemadokban ugye elég nagy a generációs különbség, illetve úgy fogalmazok, inkább a generációs szakadék nagy. Mert hát ugye most már nem a legfiatalosabb szervezet a csemadok, és bár nagyon sokszor halljuk, hogy így fiatalítunk, úgy fiatalítunk, illetve megpróbálunk fiatalosak lenni, azért ez a fiatalosság, ez azért elég nyögvenyelő sok esetben, vagy eléggé izzadságszagú. Tudod csemadok elnökként tartani az iramot a fiatalabb generációval? Nagyon remélem, hogy igen. És itt most ellentmondanék neked, mert ez olyan megbélyegzése a csemadoknak, amely nem helyes. Tehát az valóban ott van, hogy az idei esztendőben 65. évfordulóját fogja ünnepelni a csemadok. Tudjuk, hogy hogyan jött létre, de a csemadok nem az volt a csemadok, hogy fönn az elvtársak meg a vezetők, hanem helyi szinten, lenn a falvakban, akik lehetővé tették Dráfi Mátyáséknak a föllépéseket, akik tudták, hogy mit jelent az anyanyelv, mit jelent a kötődés. A csemadok ilyen szempontból több mint 6 évtizede a feladatát teljesíti, és teljesíteni is fogja. És nem igaz, hogy csak idősek és öregek vannak, mert nagyon sok, most már nagyon sok olyan ifjúsági szervezet van, ugyanis úgy vállaltam el a csemadok elnökséget, hogy azt mondtam, hogy lehessen létrehozni egy városban, egy községben ifjúsági szervezetet. Ez nem párt, mert a pártoknál probléma, hogyha esetleg polgármestert kell jelölni, vagy képviselőket, akkor az A, vagy a B, vagy az egyik, vagy a másik csapatnak ez gondot okozhatna. De a csemadokban az, hogy a fiatalok külön hoznak létre csapatot, külön alapszervezetet, az nincs, nem mond ellent annak, hogy az idősebbek azok esetleg más problémákkal foglalkoznak. Tehát igenis. Nyitás van a csemadokban. A csemadokban mindenkinek zöld útja van, tehát mindenki lehetőséget kap, aki komolyan veszi a csemadok programot, komolyan veszi azt, hogy a magyar anyanyelv, a nemzeti hovatartozás, a hagyományőrzés, a kultúra mennyire fontos és mennyire értékmegőrző a következő generációk szempontjából. Tehát itt visszautasítom azt, hogy a csemadok egy idős, avít, öreg szervezet, nem erről van szó. Igaz, hogy ez a fiatalítási folyamat nem megy egyik napról a másikra. Igen, egyszer azt nyilatkoztat, hogy megpróbálsz új lendületet vinni a csemadokban. Így van, és szerintem ez a lendület már mutatkozik a csemadokban, de ezt nem nekem kell megítélni. El kell menni, például gyakran járok Pumvidékre, Bodrog közbe, de Gömörben is olyan ifjúsági csemadok szervezetek jönnek létre, ahol egyetemisták, gimnazisták nagyon lendületesen, teljesen új, kreatív módon olyan dolgokat csinálnak, hogy csak néznél. Pedig ők is csemadok tagok, és ők is a csemadokban tevékenykednek, és vállalják a csemadokot. Tehát erre büszke vagyok. Hát mondjam azt, hogy örülök annak, hogy olyan kollégáim vannak, akik vállalják ezt az örökséget, ezt a küldetést, és a csemadokkal kapcsolatban még egy dolgot el szeretnék mondani. Mondjál nekem még egy olyan szervezetet, amely szervezet országos rendezvényeket, több mint 20 országos rendezvényt szervez, a helyi fordulóktól az országosig. Mondjál nekem egy olyan idős, vagy fiatal, vagy más szervezetet, amelyik ezt megcsinálja, vagy a csemadok helyett ezt csinálná. Nem látok ilyet, vannak nagyon jó helyi kezdeményezések, örülök neki. Azért ne próbáljunk egy 65 éves szervezetet, egy újonnan alakult szervezethez hasonlítani, mert nincsenek meg a struktúrája is. De ne ragadjunk. Hogy nincsenek meg a struktúrája? Hát egy új szervezetnek semmiképp sem lesz meg a struktúrája, mint a csemadokban. A csemadok minden községben, minden szervezetben ott van. A pártok, akármelyik pártot, ha veszed,
A pártnak vannak valahol, de nincs mindenütt. A csemadó ott van. Tehát ez egy nagyon fontos szerkezet. És ha most eljutunk oda, hogy nem 3 hét alatt, 2 hét alatt több mint 46 ezer aláírás, és lett volna több, ugyanis csak azt adtuk le, amely rendesen ki volt töltve, a hiányosan kitöltötteket nem adtuk le. Több mint 50 ezer lett volna, ha leadtuk volna. Ha tudtuk volna, nem számolják meg, csak 16-nál megállok, leadtuk volna az összeset, de nem adtuk le. De ilyen szempontból egyes vádak szerint politikai célokra használod a csemadókat. Mi a véleményed? Ha a politikai cél az, hogy a közösség szempontjából a fontos kérdéseket napirenden tartjuk, véleményt mondunk, a csemadók társadalmi közművelődési szövetség. Társadalmi szövetségként kutya kötelessége véleményt mondani. És én amikor elvállaltam a csemadók elnökséget, azt mondtam, ott is mondtam a választás előtt, csak az szavazzon rám, aki elfogadja azt, hogy én nem csak egy bizonyos területen akarok tevékenykedni, hanem ezt a nyitást, ezt a társadalmi szempontból fontos kérdésekben az egyértelmű megnyilvánulást én fontosnak tartom, és ezt támogatták. Ilyen szempontból örülök annak, hogy a véleményt megformálja nem csak országos szinten a csemadok, de a csemadok ott van a Szlovákia Magyar kerekasztalában is, ahol örülök, hogy ott vannak mások is, és egy nagyon jó fórumnak tartom, mert azon belül is el lehet mondani külön véleményt, és együtt a kerekasztal is véleményt formálhat. Tehát nagyon jó dolog ez, és nem hagyom, hogy valaki azt mondja a csemadokra, hogy öreg, alig, mutass nekem egy olyat, amely országosan fölvállalja azt a feladatot, és azt a szerepet el tudja látni, amit a csemadok ellát. Egy utolsó kérdéssel még visszatérnék a csemadokra. Néhány évvel ezelőtt, amikor a csemadok elnöke lettél, akkor... Hát ne haragudj, nem tiszteletlenségből kérdezem, vagy nem szeretnék tiszteletlennek tűnni, de úgy nézett ki, mintha átmentetted volna magad a kevésbé stabil MKP-ból egy stabilabb csemadókba. Ezt mennyire állja meg ez a kijelentés? Hát semmire se állja meg a helyét. Hát nem tudom, mennyire tudják a jelenlévők, mennyire tudod te, hogy a csemadokban nem alkalmazott vagyok, én nem kapok bérbe fizetést. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy a csemadok elnöksége fizetéssel jár, hát azt nem tudja, hogy mi a valóság csemadok vonalon. Úgyhogy nem tudom, mire gondolnak. Én soha nem voltam ilyen számító, és az, hogy most azért, mert én fontosnak tartottam azt, hogy az MKP-ban legyen fiatalítás. Fontos pozíció, véleményem szerint az országos tanács elnöke, illetve az elnökségi tagság. Én úgy gondoltam, hogy én saját példámmal mutatom azt, hogy teret kell adni másoknak is. És az, hogy a csemadóba átmentettem magam, hát engem csemadok elnöknek szerettek volna akkor, amikor parlamenti képviselő voltam, akkor azt mondtam, hogy semmiképpen sem. Parlamenti képviselő ne vállaljon a csemadok országos elnöki tisztet, de miután 2010-től nem vagyok parlamenti képviselő, és 2012-ben volt a csemadok országos elnökének a választása, és Pozsonytól egész Királyhelmecig jöttek a javaslatok, és szerették volna, hogy induljak, akkor elgondolkoztam rajta, és indultam, és eszembe se jutott, hogy esetleg én állami jelölt lehetek, vagy tudom én, hát hogy jön valakinek az eszébe az, hogy egyetlen lesz jelölt, és én lehetek. Tehát ugyanaz, mint 1994-ben, mikor parlamenti képviselő lettem, egy évvel ezelőtt valaki nekem, amikor újságírókön tevékenykedtem, valaki azt mondta, hogy te valamikor parlamenti képviselő lesz, hát kiröhögöm. Azt mondom, hogy hát honnan szedsz ilyen hülyeséget. Teljesen véletlenül ott, ahol újságíróként dolgoztam, megszűnt napilap lenni, hetilap lett, engem hívtak, akkor az MKDN-ben sajtótitkár, szóvivő, és lett egy előzött választás. És indítottak, és el kell döntenem, hogy indulok, vagy nem indulok. Én soha semmilyen pártok nem voltam a tagja, korábban se, 89 előse természetesen, és utána sem, tehát én 94-ig semmilyen mozgalomnak egy pártok nem voltam a tagja. És akkor az akkori MKDM, aki nem tudja, a Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom, a mostani MKP egyik előtt pártja a három közül, ott dolgoztam, és a választásokon volt ilyen lehetőség, illetve javasoltak, hogy induljak. És akkor úgy gondoltam azt, hogy nem volna korrekt részemről, hogy úgymond külsősként, függetlenként végig gondoltam, és azt mondom, hogy ez nem párt, akkor mozgalom volt, egy mozgalom vállalható, vállaltam, indultam, és nagyon örültem annak, és meglepetésként ért azt, hogy annyi szavazatot kaptam, hogy bekerültem a törvényhozzá. Egy mozgalom vállalható, a párt már nem. A párt is vállalható, elnézést, mert föltettek egy kérdést nekem, hogy miért léptél te ki XY-nak a pártjából? Én soha semmilyen pártból nem léptem ki. Ugyanis 89 előtt nem voltam pártag, sőt, teljesen más véleményen voltam, mint az akkor regnáló párt.
És 94-ben, amikor én az MKDM tagja lettem, mint mozgalom, az MKDM nevezte át magát MKP-vá, tehát adott MKP, tehát a mozgalom váltott nevet, változtatott nevet, tehát én soha sehova nem léptem át, soha nem váltottam én politikai mezt, soha nem néztem, hogy hol lenne jobb. Az más volt, hogy megszólítottak például 2 éve is, meg a különböző mostani megmérettetés, amelyek voltak, hogy esetleg nem gondolom meg, hogy másút vagy valami, egyértelmű volt a válaszom, hogy nem. Tehát a számítás, ha én számító lettem volna, akkor esetleg az ilyen javaslatokat elfogadtam volna, de nem fogadtam el, mert ez távol áll tőlem. Most ahhoz, hogy kicsit jobban megértsem a motivációt, illetve hogy mind megértsük a motivációt, illetve azt, hogy mi vezényel téged az államfő posztra, engem nem szívesen ugrálok vissza a múltba, de nagyon érdekelne, hogy lehet az, hogy mondjuk az MKP elnöki posztjáért nem volt ambíciód indulni, és a köztársasági elnök posztjáért pedig mégis van ambíciód indulni. Hát ez nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz egyrészt. Másrészt... Mindkettő poszt egyébként komoly vezető szerep, azért kérdem. Tudom, hogy nem lehet közéjük egyenlőséget tenni. Komoly vezető szerep. De soha hatalmas felelősséggel jár mindkettő. Soha nem volt ilyen ambícióm, hogy pártelnök legyek. Olyan ambícióm se volt, hogy államfő legyek, de miután úgy éreztem, és azt mondtam, hogy kell indítani államfő jelöltet. És én nekem volt több tippem, hogy ki indulhatna. Véleményem szerint nálamnál jóval okosabbak, műveltebbek, több nyelven beszélők, szakmailag is érettebbek, tehát én nem úgy indultam, amikor elvállaltam a jelölést, hogy én vagyok erre a legmegfelelőbb. Azt mondtam, hogy olyan ember kell, akinek, illetve nem én mondtam, a többiek mondták, hogy olyan kellene, aki lehet, hogy nem megosztó. Akinek valami tapasztalata van, mondjuk mediális szinten, tehát tud valami legalább a legalapvetőbb szinten kommunikálni. És nagyon fontos az is, hogy aki indul, az tulajdonképpen úgy induljon, hogy ezt vegye komolyan, és esetleg ne tegye üzleti megmérettetésnek azt, hogyha esetleg most sikerül, akkor valaki vagy valakik megszólítják, akkor majd dobbant innen-oda, és ezt a bármit valaki máshogy felhasználja. Tehát summa summarum, volt több jelölt, tehát beszéltünk sok mindenkiről, először szűk körben, és utána az volt, hogy és megindokolták, hogy miért volna jó, ha én indulnék. Hát egyrészt azt mondták, hogy azzal, hogy csemadok elnök lettem, a civil szféra is ilyen szempontból képviselve lenne. Másrészt meg az MKP Pozsony megyei elnökeként egyedül nálunk, nekünk sikerült olyan koalíciót összehozni, amelyre az emberek azt mondták, hogy na végre, hogy nem veszekedtek, hanem, és nem veszik el egyetlen szavazat sem, oda mentek, és együttműködtök, és olyan eredményt értünk el Pozsony megyében, hogy a Szmeresek közül egy került be, összesen egy került be, és Pavó Fresó fölényesen megnyerte a választást, és mi meg, ahol indultunk, mindenütt bejutottunk. Tehát ez mutatja, hogy bocsánat, hogy megosztó. Együttműködésre visszatérünk. Tehát nem vagyok ott megosztó. Átugorjuk, és helyi képviselőként is, hát én mindig, és parlamenti képviselőként is, akár koalíciós képviselőként, akár ellenzéki képviselőként, frakcióvezetőként arra törekedtem, hogy próbáljunk párbeszédet folytatni. Párbeszédnek valóban nincs alternatívája. Tehát ha nem beszélünk, ha nem ismerjük egymást, Akkor jön az, hogy most előítélettel vagyunk valakivel, vagy valamivel szemben. Mondhatni, hogy most a kampányoddal átveszed a Hídsz Polupráca agendáját? Nem akarom senkinek az agendáját átvenni. Ez a jelölés nem valaki ellen van, vagy valakit félre akar állítani, valakinek el akar venni szavazatokat. Hát tisztázzuk akkor itt most, hogy amikor az MKP úgy döntött, hogy állít önálló jelöltet, a jobbközé pártoknak már 10 jelöltük volt, vagy 10 jelölt volt ismert. Hát egy fészekajból 3-an indultak, kérem szépen, a úgynevezett jobbközép pártból. Igaz, hogy most már nem oda tartoznak, de korábban mind a kereszténydemokrata mozgalomban voltak. Akkor ott volt a többi jelölt, tehát az MKP jelölése nem osztja meg jobbközép pártokat. Az már eleve egy fragmentálódott, egy megosztott valami volt, és ilyen szempontból meg a megyei választásoknak a sikere azért volt fontos az MKP részéről, mert egy rosszul szereplő MKP, egy rosszul szereplő parlamenten kívüli párt nevetségessé vált volna államfő jelöltet állít. Tehát kellett ehhez az, hogy igaz, hogy parlamenten kívüli párt, de helyi szinten, megyei szinten, sőt, európai szinten is ott vannak az emberei, ott vannak a képviselői, és most megyei szinten bebizonyosodott az, hogy van támogatottsága ennek a pártnak, és ez adta az alapját annak, hogy egyáltalán ebbe gondolkozzunk, hogy legyen valaki. És itt már tovább kell lépni, mert az MKP indította el, Berényi József volt az ötletgazda, innen elindult a folyamat,
de utána már ez nem csak párt lehet. Tehát ha valaki pártnál leragad, és azért akarom megszólítani a felvidéki magyarokat, mindegy, hogy milyen párthoz tartoznak, vagy semmilyen párthoz nem tartoznak. De a velünk együtt ülő nemzetiségek képviselőit is már megszólítottam, és jó a visszajelzés. Tehát a 46 ezer aláírásnál nagyon sok szlovák aláírás van, nagyon sok nemzetiségi aláírás van. Tehát ez mutatja, hogy van rá igény, és nem kizárólag, amit azt szeretném mondani, hogy ez egy pártnak a maga mutogatása. Hát egy pártnak legitim joga jelöltet állítani. Főleg akkor, hogyha elnézést, csúnya kifejezést akartam mondani, ha azt csinálja az a jobb oldal, illetve az a népi platforma, amit csinál. A népi platforma az MKP együtt szeretett volna működni. Semmilyen hajlandóságot nem mutatta. Visszatérünk ide, és úgyhogy gyorsan közbedobom a következő kérdésre, mert azt hiszem, hogy megválaszoltad már az előzőt. Most elnökjelöltként, illetve azért volt véleményem szerint egy egész jó húzás az MKP-tól, hogy téged jelölt, mert hát ugye a személyed az nem egy kimondottan megosztó személyiség, nincsenek, a nevedhez nem kötődnek semmilyen politikai botrányok, illetve nem vettél részt a sárdobálásban sem, ami ugye meglátszik most már az első közvéleménykutatásokból, amikor is ugye a hidasoknak is az első közvéleménykutatás szerint 36%-a támogatja a jelöltséged, illetve rád szavazna. Van esetleg olyan érzésed, hogy te most egy ilyen egyesítő szerepét töltenéd be? És ha igen, akkor hogy fogsz majd gazdálkodni azzal a bizalommal, amelyet most az esetleges választásokon megszavaznak neked az emberek? Lesznek utána valamilyen komolyabb politikai ambícióid, hogy esetleg ezt az együttműködési agendát valahogy megpróbáld bevinni a nagy politikába? A legfontosabb dolog az, és azért miután vállaltam, nagyon örültem ennek, hogy végül is én lettem az első magyar államfőjelölt, mert nekem nem kell megjátszani magam. Tehát az, amit én fontosnak tartottam helyi szinten, Szenci vagyok, Szencen például, ahol sikerült összefogni, és a jó ügy érdekében nem csak a magyaroknak, de a más nemzetiségekkel is, illetve ott a többséggel, tehát a szlovákokkal. A csemadokban is azt szeretném, hát a csemadokban ott tartunk, hogy hát azt mondják, hogy ez MKP-s. Az MKP-sok között is van olyan elvárás, hogy egy MKP-2-t csinálni sem adok volt. Semmiképpen sem. A hidasok azt mondják, hogy ez MKP-s, tehát semmiképpen sem fogja a hidasokat. Meg kell nézni az alapszervezeteket, meg kell nézni a különböző embereket. Hát vannak ott MKP-sok, hidasok, vannak ott más pártok tagjai, semmilyen párthoz nem tartozók. A támogatottság, amelyet majd meg fogsz kapni az emberektől. Hogy fogsz vele gazdálni? A kérdésed a lényege az volt először is, hogy miért tartom ezt fontosnak, tehát hogy össze akarom fogni, igenis, az összefogásra igény van. Az összefogásnak sincs alternatívája, mint a párbeszédnek. És nézzük már meg végre, hogy ne egy-egy politikus, ne egy-két éppen a toppon lévő ember, aki valami módon megkapta a támogatottságot, mondja meg, hogy mi legyen, és mondja meg a tutit, hanem végre a polgár mondja meg a tutit. A civil kurázsi hiányzik. A civil kurázsi ilyen szempontból ebben az esetben megmutatkozhat. Tehát én nem tagadom le azt, hogy MKP-s vagyok. És nem tagadom azt, hogy mi volt a véleményem akkor, amikor valaki dobbantottak. De más volt a véleményem, de tudomásul vettem azt, hogy a választók úgy döntöttek, hogy döntöttek, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát reálpolitikusként nem tetszett a dolog, de tudomásul vettem. És azt mondom, hogy együtt kell működni, össze kell fogni. Nem szabad, hogy a szavazatok a kosárba landoljanak. Nem engedheti meg magának a magyar közösség, nem engedheti meg magának egy régió, sőt, nem engedheti meg magának egy város, meg egy község sem. Beszélünk itt, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy önkormányzatiság. Lehet, hogy a legfontosabb kérdés. Hogyan lehet az önkormányzatisághoz eljutni? Hát most egy nagyszerű lehetőség van. Nem azért, mert én vagyok a jelölt, hanem össze kell fogni, le kell tenni, és nagyon jó eredmény. Visszatérünk az önkormányzatiságra, és akkor lehet kérdésében már valamit mondani. Az én kérdésem az volt, hogy amennyiben az emberek most rád szavaznak, és ez az úgy, hát ez az összefogás, úgymond most már rendesen valósíkra is ötlik, mert ugyanis a pártszakadás előtti helyzetet azt nagyon sokan visszasírják, és mindenki inkább szavazna egy pártra, mint kettőre. Vannak-e komolyabb politikai ambícióid, hogy ezt a bizalmat úgymond valósíkra próbáld ültetni? Nincsenek, nem értem, hogy lehet, hogy jóval fiatalabb van nálam. Tehát valószínűleg ti, az ifjabb generáció, nagyon helyesen sokkal célratörőbbek vagytok, tudatosabbak vagytok, olyan is gondolkoztok, hogy azonnal mi lesz később. Nekem ilyen személyi ambícióim nincsenek.
De az nagyon fontos személyi ambíció, hogy ezáltal a jelölés által az összefogást, tehát nem a pártokat kell összeboronálni, a választókat kell a jó ügy mellé letenni. Tehát a jó ügye, az a fontos. Köszönöm szépen, mondjál. Tehát ha az emberek bizalmat szavaznak neked, és mondjuk lesz itt egy nagyon szép szám, amelyet most nem akarok megtippelni, akkor lesz mondjuk olyan politikai ambíciót, hogy az MKB elnök elé? Most mondtam, hogy nincs politikai ambícióm, én nem számítás. Nagyon nem konkrétumokban beszélsz, azért kérdezem. Hogy azt mondtam, hogy nem, kérdezted, nincs ilyen ambícióm. Korábban se volt, most se lesz. Ha sikeres lesz az elnök választási szereplésem, nyugodtan mondom a szereplésünk, mert én hiába akarok jól szerepelni, ha a jelenlévők, illetve az itteni magyar közösség azt mondja, hogy nem, akkor nem lesz sikeres a szereplés. Ha sikeres lesz, akkor sem akarok pártelnök lenni. Aláhúzom háromszor, elég? Elég, köszönöm szépen. Nos, beszéltünk a jobboldali együttműködésről, ugye Pozsony megyében. Most a jelöltségednek nem kimondottan örül a népi platform. Hát ugye szavazatokat fogsz tőlük elvenni minden bizonnyal, mivel nem támogatod a jelöltséget. Sándor, miért folytatnád? Miért én? Hát a népi platform jelöltjének ott van két volt pártársa. Nem ők fogják először elvenni a szavazataikat? Kérem szépen, rossz a megközelítés. Hát azt mondják, hogy miért az MKP nem támogatja a népi platform jelöltjét, de most nem menjünk ebbe bele, lépjünk tovább. Mennyire fogja befolyásolni ez majd a következő együttműködést ugye a jobboldali pártokkal? Még egyszer hangsúlyozni szeretném. Az, hogy a népi platform... Tessék? Nem én mobil. Nem én, nekem nincs a mobil. A népi platform eldöntötte, hogy kit indít. Nem kérdezett meg bennünket sem, most MKP-sként mondom. Tudatták velünk, és akkor szerették volna a támogatást. Amikor már annyi jelölt volt. Szerintem egy legitim dolog volt, és most hát itt van, sokan itt vannak a kerekasztalból, hát nem volt egy fontos anyag, nem volt egy fontos megbeszélés, amit sokan lealacsonyítanak, vagy pedig marginalizálnak. Volt egy a kerekasztal, az MKP és a Híd között egy úgynevezett minimum, csúnya magyar szóval, nem magyar szó, de úgy szokták nevezni, tehát a kisebbségi minimum. Tehát mi az, ami alá nem lehet menni? Tessék csak elolvasni, hogy nincs-e benne véletlenül olyan dolog, hogy ilyen fontos kérdésekben egyeztetni kellene. Kérdem én, ki egyeztetett, amikor az egyik, három pártbannak az egyik tagja azt mondta, hogy ez lesz és kész. Egyeztetett valaki a kerekasztallal? Egyeztetett valaki az MKP-val? És most számon kérik rajtam, azt mondja annak a pártnak a vezetője, vagy akármilyen képviselője, felelőtlenség az MKP részéről, mert a pártot akarja mutogatni, meg mutatni saját magát, és a pártoson keresztül akar valamit visszahozni. Hát az volna a felelőtlenség, ha nem indított volna jelöltet az MKP, de én tovább megyek. Én nem pártjelölt vagyok csak, én polgári jelölt is vagyok azáltal, hogy annyi aláírást kaptam. Tehát ilyen szempontból az, hogy van magyar jelölt, az én személyemtől függetlenül, ha más töltené be ezt a szerepet, akkor is fontosnak tartanám ezt, és ennek pozitív szerepe van. Aki demokrata, annak fontos az, hogy részt vegyenek a választók a választáson. Ha nincs közülünk való jelölt, részt vennének-e vajon az első körben a választáson? Ha nem vesznek részt az első körben, a másik körben, hogyan lehet őket mobilizálni? Az volna a felelőtlenség, ha nem volna magyar jelölt. Az a felelősség, hogy van magyar jelölt, és örülök annak, hogy erre van igény, mert bárhol járom az országot, és december óta minden este valahol vagyok, és bejárom Pozsonytól Király Jánocig, ahova hívnak. Mindenütt nagy az eufória. Nagyon sokan azt mondják, hogy végre összefogás. Itt van egy lehetőség. Ez nem egy pártharc, ez nem párharc. Ez egy közösség szempontjából egy olyan szansz, olyan lehetőség, hogy mutassuk meg, hogy milyen erősek vagyunk. A többi nemzetiségnek is, hogy milyen erősek vagyunk. És hogy a mi témáink, a kisebbségi témák, az emberi jogok témája, azt kérem szépen, erről beszélni kell. A korábbi elnökjelöltek vitájánál mindig az... szenvedte meg, aki úgymond fölvállalta valamit is a kisebbségi témából. Most rajtam verjék el a bort, és én le fogom tenni az asztalra, és a többinek nincs ilyen handicapje. És én vállalom ezt, mert erről a témákról, ezekről a fontos kérdésekről beszélni kell, és beszélni fogok, tetszik valakinek, vagy nem tetszik. Az előbb azt mondtad, hogy nem egyeztettek veled a jobb-közép pártok, amikor elindították a népi platform, hát az MKP-t értettem. Kerekasztallal sem. Miért kellene? Hát kiírta alá a dokumentumot a kerekasztal, a Szlovákia, a magyar kerekasztal és a két párt. Ha valaki ezt komolyan veszi ezt az anyagot, akkor minimum ilyen fontos jelöltségnél leül és megkérdezi a másik kettőnek a véleményét. Hát a politikai pártok nem igazán, a szlovák politikai pártok úgy vettem észre, hogy
a civil mozgalmakkal egyébként is rossz viszonyban vannak, úgyhogy... Hát úgyhogy nem is szólok hozzá, nem 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 sz
mondjuk megkeresett volna, ha megkereste volna az MKB-t, az SZDKO, a KDH és a Híd azzal, hogy találjunk közösen egy szlovák államfőjelöltet, hangsúlyozom szlovákot, nem magyart, aki majd esetleg rábólint a témáitokra, úgy, mint például az előző elnök választásokkor Iveta Radičová tette, akkor támogattátok volna őt? Akkor nem lett volna magyar jelölt? Akkor nem kellett volna magyar jelölt? Nem lett volna rá szükség? Ha mi lett volna, ha kérdése nagyon nehéz válaszolni. 5 évvel ezelőtt bebizonyítottuk mi is, tehát azt mondom, hogy az akkori pártok, mondhatom így, illetve bebizonyította az itteni magyarság is, hogy ha van ilyen komoly jelölt, mögé tud állni. Ha rajtunk múlt volna, akkor ő lett volna az államfő, és most ő fejezné be ezt a ciklust, és most nagy valószínűséggel, komoly eséllyel indulna a következő időszakra is. De mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha északon? Mi lett volna, ha a többségi nemzet támogatja, és nem ilyen Gašparovićot támogatja? De akkor most pörgessük vissza az időt mondjuk néhány hónappal előbbre. Én nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy az MKP, illetve te támogattál volna egy olyan szlovák jelöltet, aki mondjuk azt mondta volna, hogy kulturális önkormányzatiság, rendben van, ezt belefoglalom a kampányomba, és akkor támogassatok cserébe. Sándor, mutass ilyet, nem tudok ilyen jelöltről per pillanat. Ezért elméleti szinten beszélünk. Tehát elméleti szinten, Értem a kérdésedet, és én nagyon rossznak tartom azt, hogy ilyen erős baloldali, vagy hogy mondjam, egy volt kommunista, vagy most is kommunista, és másképp nevezi magát jelölttel szemben, hogy nincs egy komoly olyan jelölt, akinek támogatottsága lenne nemzetiségtől függetlenül, és régióktól függetlenül. Nem válaszolsz a kérdésem. Milyen kérdést nem válaszoltam? Ha visszapörgetnénk az időt, és megkeresnének a jobboldali pártot. Ha azzal... volna olyan, de nem volt, hát ha volna, válaszoljam? Akkor támogattad volna? Ha hol van, mutassátok meg, és akkor igen. Ha lenne. Ha lenne, ha lesz, akkor más lenne a helyzet, más lesz a helyzet. Kérdem én, hogy miért, hát ott volt például a nagyszombati megyefőnök esete, megyefőnök választás esete. Hol volt az az ember, az a jelölt, az a potenciális jelölt, aki megszólalt volna a szlovák fél részéről, hogy álljon meg a menet, egy miniszterelnök hogy engedheti meg magának, hogy azt mondja, hogy képzeli egy magyar, hogy megyefőnök legyen? Csak a magyarok szólaltak föl. Az Európai Parlamentben, Pozsonyban és máshogy csak a magyarok. Persze, de most nem moralizáljunk ezt. De nem moralizáljunk, Sándor. Mondjuk egy olyan ez a válasz a kérdésedre. Szép világban élünk, ahol... Hol van ez a szlovák? Hol volt ez a szlovák jelölt, aki potenciális jelöltként jöhetne? Hol volt, aki fölemelte a szavát? Én kíváncsi, hogy mi lett volna, ha... Ha lett volna a jelölt, volna, el tudom képzelni természetesen. De nem volt ilyen jelölt, ilyen szempontból tártalan a dolog. Köszönöm. Mint az ismeretes. Én egyébként nagyon élvezem ezt a vitát. Én is. Ha a közönséget nem mutatjuk, akkor nem szíves. Amíg van taps, addig ez pozitív visszajelzik számomra. Tessék? Köszönöm, majd föltehetéket ön is. Ami azt illeti, az MKP már beharangoztam. Megvédem Sándor, szerintem néhány hónappal ezelőtt egy bizonyos autonómia koncepciót, illetve egy bizonyos iratot, amely tudtommal még nem készült el. Ez azért nem készült el, mert így próbál az MKP védeni az esetleges támadásoktól, vagy ez téma lesz egyáltalán a kampányodban, az önkormányzatiságnak a kérdése, vagy hogy van ez most? Nagyon rosszul tudod ezt is, Sándor, mert igenis elkészült. Elkészült az anyag, az igaz, hogy munkaanyagról van szó, és per pillanat, tehát jelenleg nemzetközi szakértőknél van, nagyon komoly nemzetközi szakértők fogják elbírálni, és vannak véleményt mondani, és természetesen a folyamat folytatódni fog, mert ez az anyag, az önkormányzatisággal kapcsolatos anyag nem lehet szintén csak egy pártnak az anyaga. Nagyon fontos, hogy nemzetközi szakemberek, szaktekintélyek lássák, mondjanak véleményt. Azt követően ez folytatódni fog természetesen, és mindenkinek lehetősége lesz, itt jelenlévőknek is, pártagoknak és nem pártagoknak hozzászólni, és végre lesz egy olyan kiindulási alap, amely az önkormányzatisággal kapcsolatban leteszi azt, hogy mibe gondolkozunk, hogy én föl fogom-e vetni? Természetesen föl is vetettem. De itt engedj meg egy kis kitérőt. Azt mondta, hogy a párbeszédet el kell kezdeni. Ha én
az én véleményem az önkormányzatisággal kapcsolatban egyértelmű, és nem fog megváltozni, tehát nagyon fontosnak tartom, és enélkül nem tudunk 5-ről 6-ra jutni, és nem fogunk tudni megmaradni. Tehát ezt mindenki tudja, hogy mi a véleményem. De most, ha én köztársasági elnök jelöltként, például a legnézettebb kereskedelmi televízióban lehetőséget kapok, természetes, hogy azért úgy próbálom adagolni a dolgot, hogy a szlovák, tehát a többségi nemzetre tartozó fél perc után ne kapcsoljon át, hogy ez a hülye bajszos magyar miről beszél. Tehát el kell hozzájutni az alapinformációval. Az, hogy olyan dolgokat nem tudnak, az életrajzomból kicsámegézték azt, hogy magyar sajtóterméknél dolgozott. Ebből mi következik? Természetesen Magyarországon dolgozott. Mit akar ez a pali itt indulni, ha Magyarországon dolgozott? Tehát azt nem tudja, olyan sötétség van a fejekben, hogy nem tudják, hogy van itt magyar sajtótermék. Tehát ha én magyar sajtóterméknél dolgoztam, az nem jelenti azt, hogy Magyarországon dolgoztam. Itt kell elkezdeni. Tehát az ABC-től kell elkezdeni, és ha már van párbeszéd, ha már meghallgatnak, akkor, és ha itt jó eredményt érünk el, akkor nagyon jó lehetőség és alkalom lesz arra, hogy kérem szépen, menjünk mélyebbre, tegyük le, és mondjuk meg, hogy miért tartjuk ezt fontosnak. Tehát meg kell értetni magunkat. Tehát nem ismerjük egymást, ők sem ismernek bennünket, és ezt egy nagyszerű lehetőség ilyen szinten erről beszélni, egy párbeszédet kezdeni, és ha a párbeszéd elkezdődik, én már most is utalásokat teszek, és mondom természetesen a dolgokat, de elképzelhetetlen, és itt kérek másoktól is megértést, mert én is kapom a leveleket, kapom a e-maileket, rengeteg visszajelzést, azonnal csapjon az asztalra és mondjon valamit. Én mondok az asztalra, és le is, de itt nem hősködni kell, bölcsnek kell lenni. Én megpróbálok bölcs lenni, ha támogatás lesz, és szerintem, ha itt most jó eredményt érünk el, akkor lehet majd apró pénzre váltani a dolgokat, akkor majd komolyan vesznek bennünket. Addig nem vesznek komolyan bennünket, amíg végre nem teszünk le valamit az asztalra. Tehát nem én rólam van szó. Ez a választás nem Bárdos Gyuláról szól. Ez a választás a közösségről szól, az itteni magyarokról szól, a velünk együttélőkről és Dél-Szlovákiáról szól. Ezt a témát, és ez sem populizmus, hogy miért Dél-Szlovákiában van a legnagyobb munkanélküliség? Miért nincs infrastruktúra? Miért nincs úthálózat? Hát azért, mert politikai okokból csinálták fönn és átfúrták a hegyeket, ahelyett a délen már oda-vissza alapban megcsinálták volna az autópályát. És ezt erről beszélni kell. Ki fogja ezt elmondani, ha nem valaki, aki közülünk való, aki érzi a saját bőrén ezt a problémát. Tehát én még egyszer mondom, mindenkit meg akarok szólítani. Én tudom, hogy ez egy ideális elképzelés, de a lehető legtöbb embert, nemzetiségtől függetlenül, pártoltartozástól függetlenül, ha ezt érzi valaki Dél-Szlovákiában, hogy ez egy lehetőség, akkor ugyanúgy ez fontos velünk együtt élő szlováknak, románnak, ruszinnak, ukránnak és németnek is, hogy az emberi jogokat, a kisebbségi jogokat komolyan vegyék. Egy demokráciának a fokmérője az, hogy az emberi és kisebbségi jogokat milyen szinten lehet gyakorolni. Hát sajnos Szlovákiában mi itt a bányászbéka feneke alatt vagyunk, és erről beszélni kell. És azzal, hogy van magyar jelölt, a kisebbségnek is van jelöltje, teljesen nyilvánvaló, hogy vannak itt kisebbségek. Számbeli kisebbségről beszélek, magyar közösségről beszélek. Vannak itt kisebbségek, vannak itt nemzetiségek, ezt megtudja a nemzetközi szintéren is az, aki figyeli az eseményeket, tehát kifele is egy jó jel, ha itt jó eredményt érünk el, kifele is, befele is ebből profitálni lehet, nem nekem, nem én akarok pozícióba kerülni. A közösségnek van szerep, vagy fontos az, hogy végre beszéljünk, és végre a beszéd mellett tegyünk is valamit. A kampány témákhoz még vissza fogunk térni, most rögtön kezdeném is azzal, hogy akkor mennyire lesz hangsúlyos az önkormányzatiság témája a kampányodban. Belekerül például a programodba? Teljesen egyértelműen az önkormányzatiságot, ha én nem vállalnám föl, akkor én nem lehetnék az itteni közösségnek a jelöltje. Természetes, hogy benne van. Természetes, hogy ott van. Csak arról beszéltem előbb a félreértések elkerülése véget. Ha egy 10 perc, vagy egy 8 perc, vagy egy 7 perc áll rendelkezésre egy legnézettebb műsorban, vagy egy hallgatott kereskedelmi rádióban, például ma is voltam a leghallgatottabb kereskedelmi rádióban, sikerült elintézni azt, hogy én is oda kerülhessek. Nem volt egyszerű, de maradjunk annyiban, hogy kollégáim ügyesek voltak, oda kerültem. És amit mondtam, teljesen egyértelmű volt, annak ellenére, hogy nem mentem le egész a mélységig, és nem mondtam azt, hogy itt most holnaptól azonnal ez meg az legyen. Én is azt mondom, hogy ez fontos. No, de odáig el kell jutni. Tehát mi most ott vagyunk, hogy egymás között nem tudunk megegyezni, széthúzás van összefogás helyett, és mi a többségtől várjuk el, hogy erre a mi igényünkre mondjon igen.
nekünk kell összefogni, nekünk kell megbeszélni, tudnunk kell, mit akarunk, és ez megvan. Akkor lehet keresni a másik oldalon, illetve a többség nemzet részéről a megértést és a támogatást. De nem tartunk ott. És ez a folyamat, ebben a folyamatban ez a jelölség szerintem fontos szerepet játszhat. Még egyszer mondom, nem az én személyem miatt, hanem amiatt, hogy végre itt most a szlovákiai magyarok, a felvidéki magyarok, kinek hogyan tetszik, mert tudom, valakinek az egyik tetszik, valakinek a másik nem tetszik. Mindenkinek lehetősége van, ha fölemeli az alsó felét, és nemzetünnepünkön elmegy, és vállalja ezt, hát nem véletlenül mondom ezt, hát ha komolyan vettük volna például a megyei választásokat, akkor ma más a megyefőnök Nagyszombatban. Az előbb beszéltünk arról, hogy élet volna, ha témákat hanyagoljuk. Így van, igazad van. Az előbb azt mondtad. Utalni akartam arra, hogy ezt a hibát lehetőleg ne kövessük el, mert ez egy más jellegű megmérettetés, és csak utalni akartam arra, de igazad van, hogy mi lett volna, ha ez nem jó. De ha komolyabban veszük önmagunkat, akkor sokkal nagyobb eredményt tudunk elérni, és ne egymással próbáljunk hadakozni, és ne próbáljunk legyőzni a másikat, hanem próbáljuk a közösség érdekében tenni. Az előbb azt mondtad, hogy a TV műsorokban, illetve a különböző beszélgetéseken fokozatosan adagolod ezeket a témákat, mint például hogy az önkormányzatiság témáját is. A szlovák tévénéző ugye nem csak akkor kapcsolja tovább a televíziót, ha meghallja a bűvös autonómia szót, hanem akkor is tovább kapcsolja, hogyha a nemzetiségi témáról van szó. És hát ugye a te kampányod az eléggé nemzetiségi hangsúlyos témákat vett fel, és ugye egy nagyon okos ember egyszer azt mondta, hogy a szegénynek nem mondhatod, hogy a pénz nem minden. És az elnöknek ugye nincs kimondott jogalkotási jogköre, illetve bocsánat, törvényalkotási jogköre. És a kampányodban milyen szerepet fognak kapni a gazdasági témák, vagy egyáltalán szerepet fognak kapni? Fontos, milyen hogyan tudod ezt egyáltalán kommunikálni az emberek felé, tekintve, hogyha még köztársasági elnökként sem tudsz igazán nagyon sokat tenni gazdaságilag. Tisztelni szeretném azt, hogy itt államfő választástól van szó. Tudjuk, mi az államfő jogköre. Tehát az államfő nem tud ilyen kérdésekben egy az egyben megoldási javaslattal előrukkolni. Esetleg egy olyan, aki most oda készül, és azt mondja a sajátjainak, hogy én nem vagyok ott köztetek, de ezt fiátok csinálni. Tehát az egy másik dolog. Valószínűleg ilyen helyzetben nem kerülhetnék én. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy nevén nevezzük a dolgokat, és a téma fölvetés, tehát az, hogy Dél-Szlovákia miért van ott, ahol van, és miért kullog Észak-Szlovákia mögött, ezt el kell, hogy mondjam, anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék. Ha a részletekre be akarunk menni, akkor hát miért itt a halandóság a legnagyobb? Miért itt a legnagyobb a munkanélküliség? Miért vannak itt ilyen jellegű problémák, amelyek annyira nincsenek és nem annyira kielezettek máshogy? Idefele jövet hallgattam a rádiót, az egyik szakember pontosan elmondta, hogy Dél-Szlovákia ilyen szempontból mindenütt a mutatók alján van, olyan szempontból az alján, hogy a negatív szinten, tehát a legrosszabbak között van. Miért van ez? Ez egy normális dolog. És van egy államfő. Egy államfőnek meg kell nyilvánulnia. A mostani államfőt nem tartom államfőnek, mert 10 évig kusolt. Hát ha beszélt volna, akkor nincs. Hát itt van, kérem szépen, normális dolog az, ami itt rám történt? Az államfőt hallotta valaki, hogy megnyilvánult? Mondott volna valamit? Te sem igazán nyilvánultál meg a nyitrai eset kapcsán. Majd ha államfő leszek, megnyilvánulok. Én megnyilvánultam, elmondtam, de Sándor, ne haragudj! Sándor, ne haragudj! Az, hogy egy államfő megnyilvánult, vagy egy jelölt, nem beszélve arról, hogy az államfőjelöltnek, én egyértelműen elmondtam a véleményem, az, hogy külön nem álltam ki a főtér, nem mondtam el, az nem jelenti azt, hogy nincs róla a véleményem, és nem hangoztattam a véleményet. Elmondtam, és most is elmondom azt, hogy ebben a kérdésben, ha egy normális államfő van, akkor hallatja a hangját. Nem beszélve arról, mi történt Beszercebányában. Hallotta valaki korábban ilyen ügyekben megszólalt volna az államfő? Az államfő kusol, az államfő nem mond semmit. Ilyen államfő kell úgy látszik valakinek, aki az államfőt olyanak tartja, hogy hát azt csinálja, amit én akarok. Ha bizalmat kapnék, tehát azzal, hogy én kisebbséghez tartozom, toleráns vagyok a másokkal szemben, tehát tulajdonképpen a habitusomhoz tartozik, még ő, illetve a többségi nemzetnek a képviselői nem mindig értik ezt, hogy egy kisebbségben lévő, és most nem csak a nemzetiség kisebbségre gondolok, de akár a vélemény kisebbségben lévőnek is, milyen nehéz helyzete van. Tehát ilyen szempontból az államfői hivatalt meg kell nyitni, ki kell nyitni úgy, hogy az államfői hivatal valóban az embereket szolgálja, és ez most nem a populizmusnak akar lenni itt
akarok itt most teret adni, de az, hogy fontos kérdésekben, hogy mi van Dél-Szlovákiában, hogy mi van a Nyitrántól, mondjuk a szélsőségeseknek a megnyilvánulásán, hogy nem szól semmit egy államfő. Ha államfő lennék, vagy leszek, és nem szólok, akkor légy szíves, kérdezz meg, és akkor majd számon kérheted, de addig nem. Nem csak az államfő, a miniszterelnök sem hát, szól, ami aztán végképp szégyen. Nem csak a miniszterelnök. Visszatérek oda, amit te mondtál, hogy ha lett volna olyan jelölt a szlovákok között, ki szólalt meg Robert Fico megnyilvánulása kapcsán a szlovákok közül? Egyet mondjál nekem. Egy ember megszólalt ezt el, hogy mondjam, úgy hívják, hogy Monika Flasikova Benyová, mert akkor abban a kérdésben ő érintett volt, és érdekelt volt, és egyedüliként a szlovákok részéről mondott egy nagyon gyenge kis mondatot a Fico ellenében. Tehát azért mondom, hogy legyünk igazságosak, nem védem őt, és nem tartom őt nagyon jó képviselőnek, sőt, jó képviselőnek, de igazságot tartozik, hogy egyedül ő. Azok a demokraták, azok a mi barátaink, akikről te beszélsz, vagy beszélnél, hol vannak, hol voltak? Ha lesznek, akkor lehet föltenni azt a kérdést, amit mondtál. Nekünk kell, amit mi magunk nem harcolunk ki, semmi nem lesz. Tehát, ha mi nem mutatjuk meg, hogy itt vagyunk, ha mindig hagyjuk magunkat, hogy tili-toli, oda megyünk, most kusoljatok most, ezt nem lehet, azt nem lehet. Már erre ráfizettünk egyszer. Ráfizettünk akkor, amikor ott voltunk a kormánykoalícióban, és kivártunk, és vártunk, és különböző okok miatt nem mertünk a sarkunkra állni. Szerintem most már okulni kell a hibákból, én is ott voltam, én is hibás vagyok, nem akarom magam kivonni ebből, no, de végre már próbáljunk úgy látni, hogy a politika és a politikum az valóban szolgálat legyen. Amit te mondta, hogy azért választottak ki engem, nincs rajtam fogást. Igenis, nem vállalkoztam. És büszke vagyok arra, hogy képviselőként, frakcióvezetőként a dolgomat tettem. Nem eléggé jól, mert jól tettem volna valószínűleg, de igyekeztem. De egyszerűen elfogadhatatlan számomra, és ez egy nagyon negatív dolog, hogy azok, akik ott voltak, és most név nélkül, és különböző pártokban voltak, meg vannak, akik amellett, hogy ott voltak, X funkciót betöltöttek, és nem társadalmi funkciót, bocsánat, különböző fontos helyeken ott voltak, akár mint főnökök valahol, vagy pedig 27 KFT-jük volt, meg cégeket csináltak, ezt senki nem kérdezi meg, hogy hogyan lehet összeegyeztetni azt, hogy én frakcióvezető vagyok, vagy képviselő vagyok, és 27 cégem van. Tessék megkérdezni a most ott ülőktől, hogy hogy tudják ezt csinálni. Én tőlem megkérdezik, hogy hogyan tudom én Csemadok elnökként összeegyeztetni ezt. Hát kérem szépen, ez a dolga, hogy megkérdezzem, hogy kicsit visszakanyarodjak az eredeti témához, ugye a gazdasági témához. Biztosan el fogsz menni majd keletre is, találkozni az emberekkel és beszélni velük. Amikor, hát keleten ugye nagyon nem jó a gazdasági helyzet, és mit tudsz mondani egy olyan embernek, aki elvesztette a munkáját, aki anyagi problémákkal küszköd, és odaállít hozzád és azt mondja, hogy Gyula, mit tudsz értem tenni? Mit tudsz érte itt tenni? Meglepő lesz, amit mondok, ugyanis nem fogok menni, mert jártam, és szombaton is megyek például Nagykaposra, voltam Helmecen, voltam Kassán, megyek sok helyre. Hál' Istennek naponta 4-5 meghívás van, és ez nem pártgyűlések. Ezek nem pártgyűlések, ezek különböző kulturális rendezvények, különböző lakossági fórumok, beszélgetések, ahol nem párt mezben vagyok, hanem államfőjelöltként vagyok. Azok az emberek, akik ott nagyon nehéz sorsban élnek, nagyon nehéz a soruk. Sokkal inkább látják ennek a lehetőségét, ezt a sanszot, és inkább ott, ahol viszonylag jobban élnek, ott van ilyen, hogy hát mire szavazzunk a Bárdosra, hát úgyse jut a második fordulóba, hát akkor fölösleges, meg stb. Ott azok az emberek, akik sokkal nehezebb körülmények között vannak, sokkal jobban értik, és ők azt mondják, hogy mindent el fogunk követni azért, hogy végre, most, amikor ez a jelölés nem valaki ellen van, mert az, aki elnézettél, vagy egy másik párt, annak nincs jelöltje. Ő valakinek a jelöltséget támogatja. Tehát, ha volna jelöltje, akkor már ez egy ellenjelölés volna. Nem történt meg. Az emberek azt mondják, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a jelöltet, a mi jelöltünket, a közösség jelöltjét támogatni. És ezek az emberek, amellett, hogy legnagyobb a munkanélküliség, hogy tulajdonképpen kilátástalan helyzetben vannak szinte, ezek az emberek jobban értik azt, hogy mit jelent a közösség, mit jelent az, hogy magyar vagyok, mit jelent az, hogy az embertársamat emberszámba veszem, és csak később kezd gondolkodni az olyan jellegű kérdésekkel, amit te is föltettél, hogy most ezzel mit akar, milyen pozíciót akar? Ezek az emberek egyenesek, őszinték és tiszták.
Sajnos ott, ahol már a pénz megjelent, az őszinteség és a tisztaság elfelejtődik, és kezdődik a számítás. Én azt szeretném, hogy a számítók helyett ezek a tiszta emberek kerülnek végre túlsúlyba. Tehát nem kérdezik meg tőled, hogy jól mit tudsz tenni azért, hogy az én helyzetem gazdasági... Dehogy nem, megteszik, megteszik, és én elmondom, és akkor mit válaszol? És elmondom nekik, hogy egy államfő nem tudja megoldani máról holnapra dolgokat, mert ha azt mondanám, akkor hazudnék. Hát egy államfő hol tudna ilyet tenni? De az államfő tud erről beszélni, hogy mi van nálatok az Ungvidéken, mi van a Bodrog közben, mi van Gömörben. Hát tulajdonképpen a volt nyugoszlovákiai kerület, ha itt elmegyünk, hát Lévától keletre, hát szörnyű, hogy mi van. Tehát olyan, akkora munkanélküliség, és olyan problémák vannak, és sajnos ezt nem tudtuk megoldani. Nem tudtuk megoldani akkor sem, amikor ott voltunk a kormányban, bár meg volt a jó szándék, meg volt az igyekezet, de nem tudtunk olyan eredményt elérni, amely eredmény most azt mondanánk, hogy na, valamit letettünk az asztalra. Én nem akarom lekicsinyíteni azokat a dolgokat, mert részeredményeket sikerült elérni. És ez de most nem azt, hogy most magyarázom a bizonyítvány dolog, de ezek az emberek ott vannak. Azt akarom ebből kihozni, hogy sokkal nyitottabbak, és ebben a jelölésben ők meglátják azt, amit nem lát meg az az úriember, akit korábban az MKP tett valamilyen pozícióba, és most azt mondja nekem, hogy alá se írom a petíciós ívet, mert nem akarok magyarkodni. Az az ember, aki a közösségnek köszönhetően, a közösség által oda került emberek, ők delegálták valahova, egy fontos helyen volt, zsíros pozícióban volt, rengeteg pénzt keresett. Elfelejtette, hogy nem a zsenialitása miatt került oda, hanem az emberek adtak bizalmat valakiknek, és azokon keresztül ő valamilyen posztot betölthetett. Végre jussunk el oda, hogy ha valakit valahova jelölünk, akkor számon kérhessük rajta, ellenőrizhessük. És itt jön a civil kurázsi. És itt fontos az, hogy ha valaki egy jó ember, egy normális ember, egy tiszt ember, nekem teljesen mindegy, milyen párthoz tartozik, és akkor is, ha valaki egy elnézést gyárilag hibás, akkor teljesen mindegy, hogy az én csapatom van, vagy a másikban, mert sajnos az van, és ő mérgezi a környezetet, és annak a csapatnak is ő rosszat csinál. Tehát itt szerintem a minőségre, a hitelességre, az őszinteségre, a tisztaságra kell törekedni, és nem mindenütt a pénz, a marketing, a PR fogások. A gazdasági témát azért is hoztam föl, ugyanis a vegyesen lakott régiókban ugye a nemzetiségi kérdés nem annyira hangsúlyos, mint ahogy mondjuk itt Komáromban, vagy mondjuk Dunaszerdahelyen, ahol az ember ugye azért, illetve a többség az erős identitással rendelkezik, és nagyon gyakran azért nem szavaznak mondjuk bizonyos szavazóbázisok magyar jelöltre, mert ugye magyar, és főképp ez kerül a hangsúly, ez kerül elsődlegesen az előtérbe. Hogy akarod a hét szavazóit megszólítani? Csak is a magyar témával? Vagy? Mert például ez a gazdasági téma egy elég tág témakör, amellyel ugye azt a benyomást is tudnád kelteni, hogy más dolgok is foglalkoztatnak. Én nem csoportosítanám a szavazókat egyik vagy másik párthoz tartozók kategóriájára. A felmérések miatt. De, igen, értem, de nagyon remélem, és biztos vagyok benne, hogy ott a szavazók és támogatók között sokan vannak, akinek fontos az, hogy mi lesz a magyar kultúrával, mi lesz a magyar oktatásügyjel, mi lesz a velünk kapcsolatos kérdésekkel, és itt lehetőség van arra, hogy ha ez az összefogással eredmény van, és az eredményt ki lehet mutatni, akkor komolyabban vesznek és vehetnek bennünket. Akkor nem lehet velünk azt a játékot folytatni, amit folytatnak, amit csináltak a kormány kisebbségi tanácsában. Tehát az, amit megengedett magának a most regnáló hatalom a magyar közösséggel, a magyar kisebbséggel, de a másik két nagy közösséggel is, a romákkal meg a ruszinokkal, ez egy nyitott, egy demokratikus társadalomban elképzelhetetlen. Senki rajtunk kívül nem emelte fel a hangját. És ebben a kérdésben, ha előbbre akarunk jutni, és szerintem az ottani választók, szavazóknak is fontos ez, akkor egy lehetőség. Ki fogja fölvállalni a többi jelölt közül ezeket a témákat? Ki az, aki ezt fölvállalja? És nem csak akkor, amikor úgy gondolja, hogy most meg kell szólalnom, mert most ez hozhat valamit a konyhára. És még egyszer, én nem akarok senkivel kapcsolatban negatív dolgot mondani. Én egy jelölttel szemben szoktam megengedni magamnak, és meg is fogom engedni a most regnáló miniszterelnökkel szemben. És ugyanúgy engem nem kell felszólítani egyetlen egy értelmiséginek sem, bár tiszteletre méltó az a elképzelés, illetve az a
javaslat, hogy a első körben jelöltek mondják, hogy a másik körben erre is fognak. Visszatérünk. Visszatérünk, rendben van. De még te említetted, és itt szeretném elmondani, Jóska kezdte az elején, hogy a kétnyelvű Dél-Szlovákia, meg ezzel kapcsolatos kezdeményezések nagyon fontos, nagyon jó, és nagyon támogatom, de azért hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök annak, hogy a petíciós évek első alkalommal kétnyelvűek voltak. Eddig fölmerült, hogy a gyanú, hát nem lesz esetleg rizikós, hogy most kétnyelvű, és emiatt nem fogják elfogadni. Nagyon örültünk annak, hogy egyértelmű volt a válasz az MKP-ba. Igen, belementünk, és kétnyelvű petíciós évek elfogadták, tehát van rá precedens. Van egy első hivatalos kétnyelvű petíció, ezt a petíciót meg lehet csinálni szlovákul és ruszinul, szlovákul és más nyelven, de szlovákul és magyarul is. Tehát ha legközelebb lesz, nyugodtan lehet kétnyelvű petíciót csinálni. A puding próbálja, hogy megeszik-e, megették, elfogadták. Ez egy olyan konkrét lépés, már ez eredménye... Kicsit eltértünk a témától. Ez eredmény, de egy nagyon fontos eredmény, amit te mondtál, hogy mi fontos nekünk a választóknak. Azért tettem fel a kérdésem, egy kicsit pontosítanám. Tessék. Ugyanis bizonyos szavazótáboroknak te elsősorban politikai jelölt vagy. És bizonyos szavazók elsődlegesen politikai hovatartozás alapján fognak szavazni. Őket hogy lehet meggyőzni? Hogy akarod meggyőzni? Természetesen igyekszem megszólítani azokat, akik úgy gondolom, hogy mellénk állatnak és a jelölséget támogathatják. Tehát világos, hogy se fizikailag, tehát fizikai képtelenség bejárni egész Dél-Szlovákiát, illetve egész Dél-Szlovákiát. Egész Szlovákiát, de egész Dél-Szlovákiát sem lehet. Tehát úgy kell egyrészt ezeket a látogatásokat megszervezni, hogy lehetőleg minden régióba legyen egy lehetőség, hogy meghalljam, mi van, milyenek az elképzelések, és ami a legfontosabb, hogy tartani kell a kapcsolatot az ottaniakkal. Tehát tulajdonképpen egy pártnak a vezetősége, vagy egy minisztérium, egy miniszter tulajdonképpen, az egy olyan információkkal gazdálkodik, ami eljut hozzá. Ha nincs meg egy közvetlen visszacsatolás, ha nincs közvetlen tapasztalat arról, hogy mi történik, akkor tulajdonképpen fönnáll a veszély annak, hogy nagy a távolság. És ilyen szempontból a kérdésedhez, hogy visszatérjek, elsősorban a többségi nemzet képviselőit a médiumokon keresztül szeretném megszólítani, meg hát a különböző lehetőségek, amelyek vannak. A műszaki lehetőségekre gondolok természetesen, a fizikai ottlét, illetve a jelenlét, illetve a találkozások, azok is fontosak, de azt főleg ott tudom megvalósítani, ahol ismernek, ahol összejönnek olyanok, hogy nem csak egy belterjes összejövetel van, hanem összejönnek olyanok, akik más nézeteket vallanak, de fontosnak tartják azt, hogy az elnökválasztásnál lesz egy közös pont, ahol össze lehet fogni. És ez a legfontosabb ennek a jelöltségnek, szerintem ez a quintesszenciája, hogy megtalálhatja benne, mert így kell fogalmaznom, megtalálhatja benne az is, aki az egyik csapathoz tartozik, a másikhoz, aki sehova nem tartozik, aki nagyon kritikus, az is, aki még vacillál, és természetesen meg szeretném szólítani azokat, akik még nem döntötték, hogy menjenek, tehát menjenek szavazni. A fiatalok nagyon fontos, hogy részt vegyenek, és az, hogy valaki engem politikai jelöltként, vagy ilyen politikai jelöltként tekint, hát ez nagyon nehéz változtatni. Én csemagok elnökként is, politikai tevékenységem során is nem azt néztem, hogy ki hova tartozik, hanem mit mond, és milyen ügyet szolgál. Ezt szeretném folytatni. Ha valakinek ez kevés, akkor sajnálom nem tudok tenni érte. Én nem fogok megváltozni, és nem fogok színházat játszani. Tehát az őszinteség és a nyíltság szerintem az egy olyan két fontos tulajdonság, amely nélkül nem lehet egy ilyen jelöltséget komolyan venni. Én ezt a jelöltséget nagyon komolyan veszem, és megtiszteltetésnek is veszem, hogy érdemesett a választás, és mindent el fog követni azért, hogy azokat, akik engem úgy néznek, ahogy te mondtad, azokat is meggyőzzem, hogy nem én rám, nem a párti jelöltre, hanem a közösségi jelöltre, a nemzetiségek jelöltjére, kibővítve a kört, a dél-szlovákiaiak jelöltjére adja le a voksát. Ha neki sok vagy kevés az, hogy csak az egyik, akkor keresse meg a másikat, a harmadikat, és ebből tulajdonképpen, ha ő emiatt a szegmens miatt adja rá a voksát, akkor már nyert ügyünk van, és én meg akarom őket szólítani, és nem kizárólag akarom megszólítani az egyiket vagy a másikat, hanem megpróbálom megtalálni azokat a közös pontokat, ahol ezeket a különbségeket valami módon föl lehet oldani.
Következő kérdéskör, az, bár megegyeztünk az előbb, ugye, hogy nem megyünk a mi lett volna, ha kérdéskörbe, de engem azért nagyon érdekel a személyes véleményed, illetve az, hogy elnökként hogy járnál el bizonyos helyzetekben. Például jön egy csapat fiatal, akik törvényellenesen leszerelnek egy tösödíkogó táblát és kihelyeznek oda egy perett táblát. Te elnökként ilyenkor mit tennél? Reagálnál valamit? Hát én most is reagáltam, és most is megvan a véleményem erről. Tehát az, hogy valakik, nem csak ebben az esetben, más esetben is, például tegnap föltették nekem azt a kérdést, hogy ha elnök lenne, és a köztársasági elnöki palota, nevezzük ugyan, ne kell, akkor a Salkovics palota, előtt tüntetésre kerülne sor, és ott véleményt mondanának, hogy akkor most az elnökként mit csinálna, hogy oda hívná a rendfenntartó erőket, és eltávolítaná őket, és hát joguk van véleményt mondani. Joguk van, és mondják el azt a véleményt. Hát másutt is egy normális dolog, hát hogy az államfőnek, vagy a parlamentnek, vagy pedig a kormánynak végig kell hallgatnia azt, ami nem tetszik a népnek, nem tetszik az embereknek. Hát itt nem fordított dolog van, tehát nem az egyik van a másikért, és a másik az egyik, szerepcsere van, hogyha nem engedjük meg, hogy a vélemény nyilvánítás szabad legyen, akkor óriási probléma van. Tehát annak ellenére, hogy nekem teljesen más a véleményem esetleg valami kérdésekben, jogot kell adnom annak a másiknak, hogy a véleményét fejezze ki. Az, hogy milyen módszereket használ, hogyha már például randalírozik és ütver, az egy másik dolog, de én a véleményről beszélek. A véleménynek szabadnak kell lennie, akkor is, ha nekem nem tetszik. Hogy áll a dolog mondjuk egy tábláleszerelés esetében? Hogy most az elnök neki tudod emelni, hogy hogyan legyek vele? Nem, te hogy gondolod? Tehát hát elnökként természetesnek tartom, hogy kétnyelvű táblák legyenek. Tehát ott vannak a kétnyelvű táblák, nincs mit leszerelni. Hát világos. Hát ez olyan, hogy megkérdezik, hogy miért kell a magyar gyereket magyar iskolába. Hát ez egy természetes dolog. Hát ez nem van az, hogy megkérdezni. Hát azért, és ha már magyarázkodnom kell, akkor már gond van. Hát a gyerek érdeke az, hogy anyanyelven tanuljon. Tehát a gyerek akkor tud érvényesülni, és ez teljesen normálisnak kéne lenni, hogy kétnyelvű táblák, ez nem harcolni kellene. Ez egy evidenciának, ennek egy olyanak kéne lenni, hogy ez megvan. És elnökként ezt követelném, kérném. Én nem tudok ilyen törvényt hozni, de elmondanám a véleményemet. Nem csak ebben az esetben, más esetekben is. Tehát ilyen szempontból ezt akartad kérdezni, nagyon könnyű a kérdés, és nagyon egyszerű a válasz. Hogy folytatódna a Malina Hedvig ügy, ha államfőnek? Hát én már válaszoltam az egyik napilapban, teljesen egyértelműen. Szerintem egy államfőnek nem volna szabad amnestiát adnia, de a kegyelem az ebben az esetben indokolt. Az, amit műveltek Malina Hedviggel, az, amit művelt vele az akkor és most regnáló, milyen érdekes, még ugye? Nem ítélték el. De elnézést, az akkor és most regnáló miniszterelnök és belügyminiszter, mert pontosan ugyanez volt a fölállás 7 évvel ezelőtt. Belügyminiszter is, és miniszterelnök is. És továbbra sincs semmi, tehát ez mutatja a mostani kormányzat és Robert Fico igazi arcát, hogy igaz, hogy megpróbálnak jónak mutatkozni, nem tettek semmit annak érdekében, hogy valami módon helyrehozzák azt, amit csináltak, hogy kiűzték Malina Hedviget az országból, mert az, ami történt, hogy kiáll a miniszterelnök és a belügyminiszter, és azt mondja, amit mond, most pedig, amikor Nyitra esetében, nem akarom összehasonlítani, de lehet, hogy erőltetett, lehet, hogy nem erőltetett a párhuzam. Hallott valaki most a miniszterelnöktől és a belügyminisztertől azt? Azt mondta most a belügyminiszter Nyitra esetében, hogy hagyjuk őket, hagyjuk a rendőrséget, hagyjuk azokat, akinek a dolguk. Akkor miért nem hagyták? Azért, mert még ez jól jött, politikailag jól jött. Tehát, és erre ezt felhasználták és kihasználták. Ez mutatja ennek a hatalomnak, a mostani egypártrendszernek, mert 89 után eljutottunk újra egy egypártrendszerhez, amit nem úgy hívnak, mint akkor, de a lényege ugyanaz. És ha ezt meg akarjuk változtatni, akkor szerintem azáltal, hogy van egy magyar jelölt, a magyarok többen fognak részt venni, az első körben sikeresek vagyunk, a magyar ügyeket, a kisebbségi ügyeket is jobban lehet érvényesíteni, nem beszélve arról, hogy a második körben, ha nem én kerülnék be, és bekerül valószínűleg egy más, ha olyan kerül be ezzel az úriemberrel, vagy nem úriemberrel szembe valaki, akkor igenis megfogalmazzuk, hogy mit akarunk, és őt fogjuk támogatni. Tehát engem nem kell, hogy felszólítsanak, mert eddig is azt mondtam,
hogy az én indulásom nem azt a célt szolgálja, hogy mindenképpen az én egómat akarom az előtérbe helyezni. Én kimondtam a levélírást megelőzően is, hogy ha nem jutok a második körbe, természetes, hogy nem az egy párthoz tartozó jelöltet fogom támogatni. Ismét elkanyarodunk a témától, visszatérve Malina Hedvigéhez. Malina Hedvigéhez arra elmondtam, gondolok, hogy mondjuk államfőként, ne beszéljünk még kegyelemről, mert még én értem, a, de nincs most a döntés. Felkérnéd őt, hogy jöjjön vissza mondjuk Szlovákiába? Hát ő döntött, és úgy döntött, ahogy döntött, és azért döntött, mert a helyzetet úgy látta, hogy a gyerekei érdekében ez megtörténhet. Tehát ez a legjobb megoldás. Tehát tiszteletben kell tartani a döntését, de mindent elkövetnék, hogy a vele kapcsolatos vádat ejtsék, tisztázzuk őt, mert teljesen egyértelmű, hogy őt verték meg, és nem ő verte meg saját magát, és harapta meg magát, és firkálta össze magát, mert ami itt történt, ez egy felháborító dolog, és megint visszatérek Sándor oda. Hol vannak azok az urak vagy elvtársak, akik többségi nemzetre tartozóként fölemelték volna hangukat? Most is már egyesek, amikor úgy néz ki, hogy kellene valami szavazat, akkor hoppá, 7 éve hol voltál? Kusoltál? Kusoltatok, fiú! Ez a gond. Hogy vagy egyébként a drog témával? Könnyű drogok legalizációjával, illetve dekriminalizációjával, vagy inkább egyikkel sem, államfőként mit támogatnál? Én nem. Most nem azt kérdem, hogy szívtál? Megkérdeztem, nem szívtam. Nem vagyok a támogatója ennek. Itt a kérdés rossz, mert az államfő jelöltektől azt kérdezik, hogy ő kegyelemben részesítené azokat, akik, mit tudom én, egy-egy valamit hoznak, vagy elkapják őket. Aláírnád a törvényt, ami mondjuk. Nem. Olyan törvény módosításra van szükség, hogy erre ne kerüljön sor, hogy ilyen hülyeség vagy kicsiség miatt valakit olyan büntetés várjon, mint most van. Tehát változtatni kell a hogy néz neki egy ilyen törvény? Hát nem az államfőnek kell ezt megírni, hát most elmondtam, hogy én hogyan szeretném. Hogy képzeled el? Hát semmiképpen sem az, ha valakinél találnak 200 valami, amiatt már ne ültessék őt le, hát ne haragudjatok, én ellene vagyok, tehát én drogellenes vagyok. De hogyha valakik valami módon úgy gondolják, hogy mert emiatt azért, hát az, ami történik, hogy valakit megvernek, vagy kinyírnak, elnézést, megölnek, vagy valami, ott semmi gond nincs, ott megtalálják a módját annak, hogy ha hozzánk tartozik, akkor ne kapja meg a méltó büntetését. És ilyenért valakit leültetni, hát azért ne haragudjon a világ, változtatni kellene a törvényekkel. Még egyszer mondom, nem vagyok a drog mellett, de az elfogadhatatlan, hogy ilyen kicsi vagy pitiálni dolgokért valakit leültessenek, és ezzel megkacsételjék neki a sorsát. Tehát a dekriminalizáció az egy járható út. Olyan szempontból igen, a törvényeket kell módosítani, úgy kell a törvényeket módosítani, hogy semmiképpen se a fiatalokat arra vezesse, hogy ez egy jó dolog, hanem azt kell, hogy van egy bizonyos helyzet. Tehát hiába az elképzelésem az, hogy semmiképpen sem kellene ez, és nem volna jó, van egy helyzet, helyzetből kell kiindulni, és ezt a helyzetet úgy kell valami módon megoldani, hogy nem lehet légüres térben megoldást találni. Van egy helyzet, az adott helyzetre most a lehető legjobb megoldás az, olyan törvényváltoztatás, amely ezt a lehetetlen helyzetet megváltoztatja. És még egyszer mondom, nem olyan szempontból változtatja meg, hogy könnyebbé teszi, lehetővé teszi a drogfogyasztást, mert drogfogyasztás ellen vagyok. Köszönöm, mivel ez egy elég szabad elvű eszmefuttatás volt, nagyon érdekelne engem az is, hogy hogyan tekintesz a családra. Te hogy definiálnád a családot? Mondjuk férfi és nő kapcsolata, lehet férfi és férfi kapcsolata. Teljesen egyértelműen a család egy férfi és egy nő kapcsolata. Ilyen szempontból én semmiképpen sem folytatám a dolgot, így pont van utána. De itt is vannak olyan gyakorlati kérdések, amelyeket igenis meg lehetne és meg kellene oldani. Tehát még egyszer, teljesen egyértelmű a véleményem az ügyben. De az sem jó, ha vannak tisztázatlan gyakorlati kérdések. Tehát semmiképpen sem lehet azt a más jellegű kapcsolatot erre a szintre emelni, semmiképpen sem. De az, hogy esetleg orvoslátogatásnál, öröklés, vagy valami ilyen dolgoknál, ezt meg lehet oldani anélkül, hogy ezt olyan szintre tennénk, mint például a család. A család az egy férfi és egy nőnek a kapcsolata, és teljesen egyértelműen egy normális társadalomnak az alapját kell, hogy képezze. Tehát ebben a véleményem egyértelmű. Tehát az örökbefogadásoknál is hasonló a világ? Igen, az örökbefogadás semmiképpen sem. Az örökbefogadás egy férfi és egy nő fogadjon
örökbe gyereket. Tehát az, amit mondtam, az nem vonatkozik a gyerek örökbefogadására. Azt semmiképpen sem, mert nem tartom egészségesnek, nem tartom jónak, ha így módon kerül oda a gyerek. Ha már van ilyen, akkor természetesen valami módon ezt kezelik és kezelni kell. De semmiképpen sem úgy oldanám meg, hogy törvény által lehetővé tenném ezt. Nem. Tehát ezt, amit mondtál, egyértelműen nem. Vannak bizonyos dolgok, amelyek mély nyomokat hagynak bennünk. Ilyen volt például 2008-ban Dunaszerdáján a szurkolóverés. Biztosan mindjárt jön emlékszünk rám. Engem az érdekelne, hogy ez még téma lesz-e valaha. Hát téma kell, hogy legyen, és eddig is téma volt, és mindig az utóbbi időben nem nagyon volt téma. Hát azért Sándor, azért nehéz ezt úgy felemlegetni annak, vagy például olyan párttagján, visszamegyek most párttagba, hogy amelyik például parlamenten kívül van. Tehát elsősorban ott kell ezt hangoztatni, ahol ennek leginkább helye van, a törvényhozásban, és természetesen akár bizottsági szinten, akár plenáris szinten erről beszélni kell. Tehát az ugyanúgy nem megoldott kérdés, és akkor is ki volt a belügyminiszter? Ugyanaz, aki Hedvig esetében, ugyanaz, aki most ott van, aki valószínűleg ő lesz majd a miniszterelnök, de hát nem menjünk a dolgok elébe. Ez mutatja, hogy milyen szörnyű állapotban, helyzetben vagyunk. Hogy mi nézzük, hogy mi történik. Mi beszólhatunk, vagy beleszólhatunk a dolgok alakulásába, akár ennél a jelöltségnél. Beleszólhatunk a dolgok alakulásába egy helyi választásnál. Év végén lesznek helyi választások. Hát micsoda lehetőség, hogy ne egymást nyírjuk, ne egymás ellen induljunk, hanem próbáljunk valamit. Tudom, hogy nem lehet egy napról a másikra, de ezek azok a lehetőségek, amelyek a mi kezünkben vannak, anélkül, hogy most mi másoktól kérnénk erre áldást vagy segítséget. Tehát nekünk kell a saját fejünkbe, saját magunk között rendet rakni. Mit akarunk, hogyan akarjuk a dolgokat. És az önkormányzatiság, amely nagyon fontos, és teljesen egyértelmű, hogy az önkormányzatiság nélkül nem fogunk tudni 5-ről 6-ra jutni. Na de hát nem önkormányzatiság kérdése az, hogy az adott községben, városban élők döntik el, hogy ki lesz a polgármester, meg ki lesz a képviselő. Nézzük csak meg, hogy például akár ebben a járásban, de más járásban is, mondjuk a Dunaszerdei járást, hogy ott, ahol 90%-os vagy 80%-os a magyarok részvétele, hány olyan polgármester találunk, aki nem a mi sorainkból van, és nem azért, hogy valaki ellen vagyok. Hát az önkormányzatiságról beszélünk, és helyi szinten, községi szinten nem tudjunk élni azzal a lehetőséggel, mert ez a törvény nem rossz. Ez a törvény lehetőséget az ott élőknek, ők választják meg. Mi nem élünk ezzel, vagy pedig nem tudunk különbséget tenni a karrierista között, meg a számító között, és az, hogy ki az, aki a közösségért valamit tenni akar. Tehát olyan lehetőség van a kezünkben, anélkül, hogy most törvényeket kéne módosítani, vagy elfogadni, először ezekkel a lehetőségekkel kell élnünk. Itt akár a névhasználattal, akár a más dolgokkal is foglalkozhatnék. Tehát sok minden van, ami tőlünk függ. Itt kellene gyorsított ütemben, iramban eredményt elérni, és akkor lehetne majd kérni azoktól, a többiektől, a többségtől, hogy álljatok már egy kicsit másképp hozzá a mi dolgainkhoz. És itt látok lehetőséget. Számunkra minden megmérettetés, minden választás létfontosságú, mert csak arra várnak egyesek, hogy gyengének találtassunk, amikor megmérettetünk. És most szerintem ezen az államfőválasztáson, ha gyengének találtatunk, akkor ezt csak is magunknak köszönhetjük, de én biztos vagyok benne, nem. Mert ez, amivel találkozom, hogy végre azt mondják, hogy 1998 után, és nem véletlenül mondom ezt az időpontot, akkor a három párt egyesítése, politikai egyesítés után mondom, akkor volt a nagy eufória, nagy elvárások voltak. Most vélem felfedezni azt, hogy az emberek azt mondják, hogy van egy lehetőség, nem én miattam, amiatt, hogy van egy ilyen döntés, van egy ilyen helyzet, most kellene összefogni. Most kellene összefogni, és nem azt nézni, hogy ő ott van, én mit mondtam rá, ő mit mondott én rám. Ha ezért nem tudjuk túltenni magunkat, akkor nem várhatjuk el a többiektől, a másoktól, a többségtől, hogy jobban viszonyuljanak hozzá. Tehát saját magunk között kell rendet rakni. Ha amit mi nem tudunk elérni, és nem tudunk kialakulni, nem tudjuk letenni az asztalra, hogy komolyan vegyenek bennünket, akkor a másoktól, a másiktól nem tudjuk, vagy hiába várjuk azt, hogy pozitívabban viszonyuljanak hozzá. Sajnos minden kérdésen nem tudom föltenni, ami a... Hogy döntenél? Igen, nagyon sok a kérdés. Tehát megkezdem az utolsó negyedórás blokkom, és utána a közönség is nyugodtan kérdezhet, tehát mindenki készíteti a kérdéseit. Azt már ugye tudjuk, hogy hogyan cselekednél bizonyos szituációkban, ha elnök lennél.
most az érdekelne, hogy elnök jelöltként hogy fogsz cselekedni bizonyos helyzetekben, például, hogy van-e B-terved esetleg arra az esetre, ha jobb-közép jelöltek kiütik egymást, és te úgy, mint Nagyszombat megyében, mondjuk Berényi József bekerült a második körbe, úgy mondjuk te is bekerülsz. Sándor, ez nem B-terv, ez volna az A-terv, ez az A-terv. Ez megint nyilvánvaló, de köszönöm a megerősítést. Ez rajtunk múlik, hogy hogyan fogunk szerepelni, és hát ha jó az eredmény, én ennek örülnék, hát ez volna az igazi, hát akkor mutatkozna meg, hogy milyen demokraták vagyunk, hogy fontos-e az országnak, fontos-e, hogy most ne az az ipse kerüljön oda, aki már mindenütt ott van, illetve az ő emberei ott vannak, vagy pedig kerüljön oda, aki demokrata. Igaz, hogy nem olyan nemzetiségű, mint én vagyok az ő esetükben, de hát azért demokrata, hát azért ezt nem lehet tőlünk elvonni, vagy elvitatni, hogy azok vagyunk, vagy nem vagyunk. Hát ez a magyar közösség, ez a dél-szlovákiai lakosság egyedül neki köszönhető, és itt nyugodtan mondani a magyaroknak köszönhető, hogy volt egy sikeres népszavazás ebben az országban, az EU-s népszavazás. Észak-Szlovákia alul teljesített. Dél-Szlovákia, a magyarok hozták azt a töbletet, amely kellett ahhoz, hogy Csáky Pál vezetésével az a népszavazás, amely volt, akkor ő volt a miniszterelnök helyettes, hogy sikeres volt. Se előtte, se utána nem volt sikeres népszavazás. Ez az ország, ahhoz oda került, köszönhet, sokat köszönhet a magyaroknak, sokat köszönhet a Dél-Szlovákiában élőknek. De miután oda került, ahova került, elfelejtette azt, hogy kinek köszönheti ezt. Na ezt kell nem csak hogy fölemlegetni, ezt kell számon kérni, és ezért kell tenni, hogy végre előre tudjunk lépni ebben a kérdésben. Mert az emberi jogok, a kisebbségi jogok esetében semmilyen előrelépésre nem került sor. És itt az ideje annak, hogyha itt megmutatjuk, hogy sokan vagyunk, és ez a megmérettetés jó lesz, akkor komolyan kell, hogy vegyenek bennünket. Legalábbis komolyabban, mint eddig. Gyakran érzem úgy, hogy Szlovákia egy demokrácia, de demokraták nélkül. Tehát abban az esetben, ha mondjuk a második körbe kerülnél, és nem szavaznának meg téged államfőnek, akkor mi lesz tovább? Visszamész Csemadok elnöknek? Bárcsak ott tartanánk, hogy olyan támogatottságot kaphatnék, mert tudom, hogy ez mi kell, hogy bejussak a második körbe. Ez mindenképpen az igazság órája volna. Hát kell lennél jobb? Hát ezt várom, ezt akarom. Aztán, hogy így lesz, vagy nem így lesz, egy másik dolog. Tehát ez az A-terv, még egyszer hangsúlyozom. És semmiképpen sem jöhet számításba egy olyan terv, hogyha én bekerülök a második körbe, akkor esetleg gondolkozni kell azon, hogy lépjek a mögöttem lévő javára vissza. Kizárt dolog. Én polgári jelölt vagyok, se a párt, se az MKP ezt nem kéri tőlem, és nem fogja kérni tőlem, se a polgárok. Az volna az arculcsapása a polgároknak, hogy az ő aláírásukkal én úgy bántam, úgy bánnék, hogy megijednék ettől a lehetőségtől, és adnám a lehetőséget a mögöttem lévőnek. Egy frászt. Itt a lehetőség. Tessék, szavazatok. Abban az esetben, ha nem kerülsz a második körben, és mondjuk a jobb-közép jelöltek közül valaki bejut a második fordulóba, akkor mi volna az, ami után te támogatni tudnád őt? Tehát mondjuk feltételnek szabnád neki a kisebbségi minimumon való támogatását? Azt hiszem, hogy már kinőttünk abból a korból, illetve hát a tapasztalataink azt mutatják, hogy semmilyen támogatást nem szabad ingyen adni. Tehát világos, és én azt szeretném, hogy a második körbe, ha véletlenül nem én jutnék, jut egy más jobbközépjelölt, akkor az a jobbközépjelölt egyértelműen kinyilvánítsa azt, hogy neki mennyire fontosak az emberi jogok, kisebbségi jogok, és azok a kérdések az önkormányzatiságtól kezdve, tehát azok a fontos témák, amelyeket én fontosnak tartok, amit a közösség tart fontosnak. Ha ő ezt fontosnak tartja, és természetesen az ilyen jellegű támogatás csak akkor születhet meg, ha ezt tárgyalás előzi meg. Tehát én azt szeretném, a én jelöltségem azt támogatná, hogy ne a mostani miniszterelnök legyen az államfő. Tehát világos. De annak a jelöltnek, aki bejut... Például a kisebbségi minimum teljesen támogatása? A kisebbségi minimum az teljesen... A minimumok minimuma. Világos. De nem csak az, és nyíltan elmondom itt is, hogy hát a minimum az is, hogy az államfő egy fontos posztot adjon az itteni magyaroknak. Tehát
ha az államfő külföldre megy, delegációkat fogad, legyen ott a mi emberünk, mármint a közösség emberre gondolok, nem pártemberre gondolok, olyan nyelveket tudó, szakmailag is helytálló ember, egy hiteles ember, aki a közösséget fogja képviselni, aki fogja hallani, hogy miről is beszélnek az államfők, ott van egyenesen, tehát közvetlenül tudja, hogy miről van szó, és fontos beosztásban legyen, hogy ez most igazgató lesz, hivatalvezető, vagy én nem tudom mi. Tehát teljesen egyértelműen kell egy olyan ember, aki közülünk van, ott van, hallja, miről van szó, és nem hatodik emberen keresztül szerzünk tudomást arról, hogy mi történik ott. Igenis, a kérdésedre a válasz, én szeretném támogatni, és biztos, hogy benne a magyarok is támogatni fogják, meg a választók is támogatni fogják, akkor, ha nyíltan fölvállalja azok a dolgokat, amelyek nekünk is fontosak. Ez a kérdés számomra azért volt érdekes, mert a szlovák értelmiségiek, illetve egy hatalmas értelmiségi csoportulás, ugye nyílt levelet fogalmazott meg többek közt feléd is, illetve a jobbközép jelöltek felé is, amelyben az állt, hogy az elnökjelöltek már most fogalmazzák meg azt, hogy támogatni fogják Robert Fico ellenfelét. Tehát abban az esetben, ha mondjuk nem sikerül megkötni egy ilyen egyességet, akkor te vállod a felelősséget, és azt mondod, hogy nem támogatom az egyik jelöltet sem. És mondjuk ezzel hozzájárulsz Robert Fico megválasztásához? Maradjunk annyiban, hogy részleteket nem fogok mondani, de nem úgy néz ki a dolog, hogy ez előfordulhat, ugyanis azok, akik úgy érzik, hogy esélyük van bejutni a második körbe, igenis fölvették velem is a kapcsolatot, és ez mutatja, hogy komolyan gondolják, hogy ha nem én kerülök be véletlenül a második körbe, akkor hogyan lehetne ezt a támogatottságot profitálni ebből az ő javukra. És már most mindenki tudja, hogy ez mit fog jelenteni. Tehát nem árulunk zsákba macskát, mondjuk, és az a jelöltön múlik. És az eddigi hozzáállás azt mutatja, hogy van hajlandóság. Tehát én nem vagyok annyira pessimista. Vannak konkrét ígéretek, anélkül, hogy konkrét ígéretet mondani, nem fog ígéret mondani, mert inkorrektség lenne velük szemben, mert ezek nem hivatalos tárgyalások, nem hivatalos találkozók, de hogy éreztessem azt, hogy ők komolyabban vesznek bennünket, mint hogy mi vesztük sokszor magunkat komolyan. Tehát az ő részükről már ott van, hogy ők már kalkulálnak azzal, mert nagyon fontos lenne, mert pontosan tudják, hogy eddig, ami volt, és bármilyen ilyen nagy megmérettetés volt, hogy a dél-szlovákiai szavazó fontos lenne számára, én viszont azt mondom, és ez a kutya kötelességem nekem, mert most én képviselem jelöltként itt a felvidéki magyarokat, illetve Dél-Szlovákiát, hogy mondjam meg, hogy ez mivel jár, és mit várunk el. Tehát világos, hogy hát nem tudjuk, hogy ezt mennyire fogja betartani, de nem látok rossz szándékot az egyik részéről sem, nyitottságot látok, majd meglátjuk, hogy mi lesz, de most mi koncentráljunk az első körre, a lehető legnagyobb eredményre, mert csak akkor lehetünk sikeresek ezeknél a tárgyalásoknál, akkor vehetnek komolyan bennünket, ha itt egy komoly eredményt teszünk le az asztalra. Ha éppen, hogy valami olyan eredményt elérünk, hogy már futottak még kategóriában, lesz a jelölt, akkor most mit kérhet? Hát nevetségesé válik az a jelölt, illetve az a csoport, amelyik ebből úgy akar profitálni, hogy tulajdonképpen nem hozza a formáját. Tehát hozzuk a formánkat, ne kalkuláljunk azzal, hogy mi lesz, ha 15-én nemzeti ünnepünk van, egy fantasztikus lehetőség. Teljesen véletlenül a születésnapom is, ez véletlen hozta. Tehát én szeretnék egy olyan születésnapot, hogy végre egy közösségi összefogás megmutatkozna ebben az eredményben, és akkor azok is, akik úgy gondolják, hogy bennünket úgy lehet kezelni, hogy eddig kezeltek, azok meg kell, hogy változtassák a véleményüket és az álláspontjukat. Aki követi a közéletet, az bizonyára ismeri a Ragyi Csová sztorit. Most nem a legutóbbira gondolok, hanem még azelőtt, amikor is Ragyi Csová volt az, aki az úgymond a jobb oldalt egyesítette. Majd Ragyi Csová ezért vált úgymond az egész jobb oldalnak a csalódásává, mert ezután az úgymond egyesítés után kilépett a nagypolitikából. Most mennyire fenyegeti ez Bárdos Gyulát? Hát egyrészt semmiképpen sem akar, szeretném magam összehasonlítani senkivel, főleg nem egy hölgyel. Azért, mert hát tiszteletlenség részemről, hát a hölgyekre mindig fölnéztem, és fölnézek annak ellenére, hogy a kijelentéseim miatt egy kicsit változott, nem egy nagyon változott a véleményem vele kapcsolatban, mert az, amit csinált, az nem volt teljesen korrekt, nem volt teljesen korrekt, az inkorrektség volt, nyugodtan nevezzük nevén a dolgokat. Tehát én semmi ilyenben nem gondolkozom, hogy most ebből mit lehetne, mi is volt a kérdésed, pontosan sem. Mennyire fenyegeti Bárdos Gyulát a Ragyi Csová elektus? Hát, nem úgy néz ki, hogy ő leszek miniszterelnök.
ha bárcsak az lehet, akkor lehet. De egyesítetted a két szavazótábort. Még egyszer hangsúlyozom, nincsenek olyan jellegű politikai vagy személyes ambícióim, amelyek erre alapozódnának, hogy én itt most sikeres lehetek nektek, önöknek, nekünk köszönhetően. Én ezt komolyan gondolom, hogy ez a jelöltség a közösség szempontjából fontos, és x-edik alkalommal mondom el, mert mindenki megkérdezi, hogy a köztársasági elnök irodában az ember én lennék, aki oda menne. Nem! Nem akarok pártelnök lenni, nem akarok menni az államfő irodába, nem akarok az a ember lenni, akiről beszélek. Tehát én azt szeretném előkészíteni, hogy, vagy hozzásegíteni, hogy az az ember oda kerülhessen. Nem én akarok oda menni. Nem tudom, hogyan mondjam ezt meg, de nincsenek ilyen jellegű ambícióim. Én nagyon megelégszem azzal, időzőjelben nagyon megelégszem, ha olyan eredményt érünk el, amely eredmény segíthet a közösségünknek, és én nagyon szívesen maradok továbbra is Csemadok elnök, csak a közösség végre jusson 5-ről 6-ra. Utolsó kérdésként, nagyon konkrétan fölteszem, tehát ugye nagyon sokat beszéltél arról, hogy miért fontos szavazni, illetve hogy megmutathatjuk most azt, hogy mi is itt vagyunk, illetve hogy mennyire fontosak vagyunk. Azt mondtad, hogy neked nincsenek ezután a választás után komoly a politikai ambícióid. Az én utolsó kérdésem az, hogy akkor ki fog gazdálkodni azzal a politikai tőkével, amelyet te most föl fogsz halmozni? Sándor, hogy félreértésük elkerülése véget. Az, hogy én nem akarok pártelnök lenni, vagy nincsenek olyan ambícióim, mint miniszterelnök asszonynak volt, az nem jelenti azt, hogy én teljesen ki akarom magam vonni a forgalomból. Tehát én továbbra is Bárdos Gyula maradok, akinek véleménye van, aki továbbra is, ha bizalmat kapok, ott maradok és ott vagyok az MKP országos elnökségében, és örülök annak, hogy az MKP, most például a gazdasági dolgokat mondtad, a Baross Gábor terven keresztül, a mezőgazdászokkal úgy kezd foglalkozni, amit korábban nem tett. Tehát itt is látok egy előrelépést, és nem csak a párt szempontjából látok előrelépést, a közösség szempontjából is látok lehetőséget arra, hogy végre ne azt keressük, ami szétválaszt bennünket. A szónak a jó értelmében, ami összefog bennünket. Tehát nem tudom, hogyan megfogalmazni ezt másképp, hogy ezt én őszintén gondolom, ezt én komolyan gondolom. És nem azért gondolom, mert én ebből profitálni akarok Bárdos Gyulaként. Köszönöm ezt a szép zárszót. Most átadnám a szót Finta Márknak, illetve Gazdag Jóskának. Márk fog jönni. A BOOM hírportál villám kérdései következnek, amit ilyekre majd rövid válaszokat várunk. Igyekszem, nem mindig fog sikerülni, de ilyekszem. Finta Márk tolmácsolásán. Ígérjük, hogy a kérdésekben nem lesznek finták. Alapvetően gyors kérdés, gyors válasz felállásban szeretnék ezt csinálni. Rögtön az első kérdés, nemrégiben ugye Robert Ficónak volt egy ilyen nagy vallomás, hogy felfedezte a katolikus gyökereit. Ön hisz Istenben? Természetesen igen, és erről már bizonságot is adtam. Nem csak azáltal, hogy gyakorló katolikus, római katolikus vagyok, tehát nincs szükségem arra, hogy változtassak, ugyanaz ember vagyok. Az édesapám és a nagyapám Szentszent római katolikus kántor volt, tehát tulajdonképpen olyan családba születtem bele, ahol ez természetes volt, és fontosnak tartom, és hívő embernek tartom magam természetesen. A második kérdésünk, ezután a kérdés után egy kicsit váratlan fordulatként, mi a véleménye a halálbüntetés visszaállítására? Nem támogatom a halálbüntetés visszaállítását, bár tudom, hogy sokaknál ez ellentetszés fog kiváltani. A halálbüntetésnél ugyanis fönnáll a veszélye annak, hogy utána nincs pótmegoldás. Tehát ha már megtörtént, utána hiába jönnek rá, hogy valami probléma volt, nem lehet helyrehozni. Tehát mindenképpen halálbüntetés elleni vagyok. Újabb gyors kérdés. Kezet adna elnökként Marian Kotlebának, és hogy viszonyulna hozzá? Nem adnék kezet neki, és már nyilatkoztam is, és nem is hívnám őt semmiféle ilyen összejövetekre, mire hívták most. Hát országos, tehát díjakat adtak át az ország megalakulásának az évfordulóján. Nem kötelező, nem is hívnám, természetesen nem hívnám, és miért adnék neki kezet? Hát tudom, mit mondott és mit képvisel. Ki állna Robert Bezák rehabilitációja mellett? Hát a Robert Bezák a kapcsolatban is egyértelmű volt a véleményem, és nem csak kiálltam, de ebben az ügyben azt hiszem, hogy nem nekünk kell kiállni, és nem nekünk kell ebben az ügyben lépni, hanem akinek lépni kellene, ők nem lépnek. Az állampolgárságról nem esett túl sok szó ma este. Ön felvette a magyar állampolgárságot? Nem. Következő kérdés. Támogatná-e a magasrangú közszereplők mentelmi jogának teljes eltörlését, beleértve a bírákat, államfőt, stb.? Természetesen. Sőt, jogos igénye a társadalomnak,
hogy ennek nincs helye. Tehát ennek a mentességnek a bírák esetében sincs helye. Tehát mindenképpen ezt nagyon gyorsan olyan törvénnyel kellene megváltoztatni, hogy végre egyenrangú legyen mindenki, funkciótól, tisztségtől függetlenül. Önök az MKDM-ben és aztán később az MKP-ben is együtt dolgoztak. Bugár Béla most a híd elnöke. Milyen kapcsolatot ápol ön vele? Nekem teljesen normális emberi kapcsolatom volt, és van Bugár Bélával. Azt, hogy a véleményemet elmondtam azzal kapcsolatban, ahogyan lépett és amit csinált, azt ő tudja, és nézszerkült is megmondtam, és nyilvánosan is megmondtam. De tudomásul kell venni azt, hogy ő egy pártelnök, annak a pártnak vannak szavazói, legitim megméletetésen olyan eredményt értek el, amilyen eredményt elértek, és természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát a kérdésre a válasz, emberileg elmondtam a véleményemet, és semmiképpen sem lehet és szabad sem Bugár Bélát, senkit a háttérbe helyezni, mert az nem jó senkinek. Akkor még az utolsó kérdésünk. Kinek drukkolna a magyar és a szlovák foci válogatott összecsapása? Ez nem kérdés, hát a magyar csapat. Köszönjük szépen! Köszönöm Pinta Mártnak a gyors kérdéseket, és azt hiszem, hogy kedves közönség, most eljött az önök ideje, és akinek kérdése van, azt kérem, tegye fel jó magasra a kezét, hogy a Gazdag Jóska segítségével eljuttathassuk a mikrofont önökhez. Van jelentkezőm? Egy jelentkező hátul az úrnak. Egy pillanat, odaadnánk a mikrofont. Megkérnénk, hogy nagyon röviden fogalmazza meg a kérdését. És de nem hallják meg, egy pillanat. Azért kell a mikrofon. Pillanat. Még egyszer, akkor jó estét kívánok mindenkinek. Üdvözlöm az Állók Előttőző és a Szabók Társaságát. Közel kell tenni. Nem hallom. Hogy mi a véleménye arról, hogy a Russo inkább a Krusovszkit futtassa, és amúgy is általában mi a véleménye, köszönjük a kérdést. Teret adunk Bárdos Gyulának is arra, hogy megválaszolja. Tessék. Milyen kérdésem volna, hát már nem az Az utolsó képviselő jelenleg nincsenek jelen, úgyhogy kérem, írjon levelet a szerkesztőségnek, most pedig teret adnék Bárdos Gyulának arra, hogy megválaszolja a kérdést. Köszönjük szépen! A mikrofont kérném, juttassátok el a technikushoz. Köszönöm. Úgy kezdem a választ, hogy nem vagyok új szó előfizető, de természetesen, mivel magyar nyelvű sajtótermékről és napilapról van szó, azért óvatosan fogalmaznék, mert nagyon fontos az, hogy magyarul jelenik meg naponta, és nagyon sok ember számára magyarul az anyanyelvünkön juttatja az információkat, és megvédem az új szót már csak azért, hogy itt van Gazdag Jóska. Az ő focitipje miatt, ha más nem volna, a focitip miatt elgondolkoztam azon, hogy meg fogom rendelni, mert a focitip egy fantasztikus jó dolog. Köszönöm, az úr a harmadik sorban. Egy pillanat, jön a mikrofon. Az élő közvetítés. Én azt szeretném megkérdezni. De hát elég hangosan mondom, nem hallják? Az élő közvetítés részben nem hallják. Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy az az identitászavar, ami bennünk itt kollektíve megvan, az egész szlováki magyarságban, ami 20 évvel ezelőtt kezdett kialakulni, amely fertőz, és azt hiszem, hogy a szlovákok bizonyos tolerancia hiányát is ez idézi elő. Hogy küzdhető le? Most elnökválasztás ide meg vagy oda, az mellékes egyáltalán ebben a különös pártpolitikában, ami ebben az országban kialakult. Páskán Géza mondta egyszer, hogy csak azt az embert, csak azokat lehet komolyan venni, akik magukat is komolyan veszik. Na most én úgy érzem, hogy az első... Ez is próbálják meg rövidre fogni a kérdést. Már is befejezem. Az első kormányban való
nem tudom már, hogy hívták ezt a pártot részvétel óta, mindig kompromisszumok voltak. Ugye a nyelvi törvénnyel kezdődött, és akkor a másik nyelvi törvény szavazásnál az volt, hogy a szlovák ellenzék is próbált ellene beszélni, majd könnyesen meghatódottan Precejt a Velki Gyenyvnesik Gyeinák megszavazta a rossz nyelvtörvényt. Tehát, hogy ezek a lelki ön és a kisebbség ellen forduló atrocitások megfékezésére, vagy amikor nem vonult ki néhányszor az MKP a kormányból, amikor a koalíciós szerződések be nem tartása annyira ordító volt, sőt meg is ígérték, hogy kivonulnak, aztán másnap azt mondták, hogy köszönjük mégse, majd 10 óra iszunk együtt. Köszönjük, hogy ez hogy küzdhető le a jelenlegi pártpolitikákban a két már között. Köszönöm szépen. Köszönjük. Gágyor Péter felvetésére nagyon fontos téma, és valóban, hogy most nem másról beszéljek, nagyon nagy hiba volt, hogy az MKP akkor, amikor a közigazgatási felosztás megtörtént, annak ellenére, hogy volt ilyen döntés, volt ilyen javaslat, és én is azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy ki kell lépni, mivel demokratikus párt vagyunk, és voltunk akkor is, a többség úgy gondolta, és olyan döntés hozott, hogy maradtunk. Ez nem volt jó, ez a döntés, sajnos ennek következményei vannak, tehát politikai szempontból azóta datálódik az, hogy tulajdonképpen ezzel a közösséggel bármit meg lehet tenni. Tehát nagyon nagy politikai hiba volt, és pontosan ezért ebből a hibából és más hibából is okulni kell, de azért nem csak a hibákra kell fölhívni a figyelmet, hanem arra is, hogy ha lehetőséget kapunk, akár helyi, regionális, országos vagy európai unió szinten, ezt a lehetőséget próbáljuk úgy megragadni, hogy a saját egónkat azért próbáljuk a háttérbe szorítani, illetve hogyha az egónkat az előtérbe helyezzük, az a közösséget szolgálja. És nem mindig és mindenütt a pénz, a pozíció és a marketing húzások legyenek az előtérbe. Itt mindenkinek tenni kell, és az elnökválasztásnál is ezt fontosnak tartom, és az elnökválasztáson kívül is itt egyénenként tehetünk ezért, mindannyian, akik itt vagyunk például. Hogy az úr kérdését meg is válaszoljuk, mik azok a cselekvések, amelyeket meg tudunk tenni azért, hogy egy erősebb identitástudattal rendelkezzünk, mint közösség? Az, hogy nagyon jó polgármestereink lesznek, nagyon jó képviselőink lesznek, magyar gyereket magyar iskolába iratunk, a nevünket magyarul fogjuk használni, mindent elkövetünk azért, hogy kétnyelvű táblák legyenek, és folytathatnám a sort. Tehát rengeteg a tennivaló, csak végre tenni kellene mindannyiunknak. Köszönöm. Következő kérdés elől az úrnak. Kérném a mikrofont átadni, köszönöm. Köszönöm. Kb. 15 évvel ezelőtt a akkori Komenszki Egyetem rektora, Jurajos Rész indult a elnökválasztás, akkor neki ajánlotta a Mission a magyarok felé. Akkor teljesen kizártnak tartotta a ötletemet. Mi volt javaslat? Hogy nyisson a magyarok felé, kampányolja a magyar vidékeket, hiszen ő tudott magyarul. Hrusovszki nyit a magyarok felé, hisz látni a billboardokon. Most mi a akadály annak, hogy Bárdó Gyula nyisson a szlovákok felé, szlovák billboardokkal? Semmi különös, nincs abban egy magyar, Szlovákiában akar lenni köztársasági elnök, hiszen Schuster egy német manta volt, megoldható. Obama egy fekete bőrű, és számtalan zsidó származású köztársaság elnök volt, és van manapság. Köszönjük. Azt hiszem, hogy olyan szempontból nyitott kapukat döngetünk, hogy legyen szlovákus, ugyanis az én óriás plakátjaim, amelyeket már láttam, nem sokat, de már láttam, kétnyelvűek. Tehát természetesen egy államfolyamnak meg kell szólítani a többségi nemzetképviselőit is, és természetesen anyanyelvünket használva magyarul is ennek meg kell lennie. Ez ugyanúgy érvényes lesz más jellegű úgynevezett propaganda anyagokra, vagy pedig a népszerűsítést, vagy pedig a mozgósítást szolgáló anyagokra is. Tehát a kétnyelvűség ilyen szempontból fontos. Tehát ha mi elvárjuk a többség részéről, hogy toleráljanak bennünket, nekünk is nem csak tolerálni kell, hanem nagyvonalúnak kell lenni természetesen. De a nagyvonalúságot nem úgy képzelem, hogy tulajdonképpen elfelejtjük azt, hogy mi hova tartozunk, és mindenben úgymond alájátszunk és gazsulálunk, hanem egyenragú partnerként szeretnénk ebben a dologban benne lenni. Köszönöm. Van még kérdés a közönség soraiban? Mert ha nem, akkor most átadnám egy pár pillanatra úgymond Finta Márknak a szót, és ő feltenné.
azokat a kérdéseket, amelyeket az online közvetítés nézői intéznek most Bárdos Gyula felé, utána visszatérünk a közönséghez. Igen, hát lehetővé tettük a BUM olvasóinak is, hogy kérdéseket tegyenek fel a fórumunkban, illetve a Facebook oldalunkon. Az első kérdés az mindjárt meg is lett válaszolva itt az előző válaszában, hiszen Hangácsi István azt kérdezte, hogy tervez-e szlovák vidékeken kampánytalálkozókat, stb. Természetesen. A következő kérdés, azt Medve Gábor tette fel. Ő azt kérdezi, hogy hogy látja a fiatalok helyzetét a felvidéken? Nagy problémát okoz az emigráció, de a migráció is, mi tehető ez ellen? Hát munkalehetőséget kéne biztosítani. Ha Dél-Szlovákiát jobban fejlesztenék, az infrastruktúra, tehát az utak építésénél végre már nem csak beszélnének és nem csak terveket tennének, vagy tennék az asztalra, hanem az út is épülne, akkor valószínűleg munkalehetőség is lenne. Tehát munkalehetőséget kell biztosítani, akkor kevesebb fog kimenni külföldre. Nem azt tartom problémának, hogy kimennek, az a probléma, nem jönnek vissza. Tehát ha kimegy valaki és tapasztalatot szerez, és úgy jön vissza, az még jó, sőt jó lehet. A gond az, hogy nem jönnek vissza. Tehát ezt egy államfő nem oldhatja meg, de azzal, hogyha lehetőséget teremtünk, ha erre ráirányítjuk a figyelmet, az mindenképpen legalább valamit segíthet ebben a dologban. Tehát ez nagyon fontos téma, teljesen egyértelműen. Bárki nevezető olvasónk azt kérdezte, összefoglalom, egy kicsit hosszú kérdést tett fel. Azt írja, hogy ön szerint jó az úgy, hogy az orvosok minimum 2300 eurót keresnek, plusz több ezer eurót rendelőpénzből, stb. Miközben a nővérek külföldre kell, hogy járjanak, mint valami jobbágyok, miközben ünnepek alatt nem találni orvost az ügyeletlen se az egész kerületben, miközben az orvosok nem is értenek szakmájukhoz, nem végzik becsülettel szakmájukat, és ha valaki az ő alkalmatlanságok miatt meghal, egész életére károsul, akkor ők nem hibásak? Lehet a legrosszabb megoldásnak azt tartom, ha az egyik szakmát, vagy az egyik hivatást a másikkal szembeállítanám. Ezt meg lehet csinálni akár a kétkezi dolgozóval, illetve az értelmiségével, lehet a legrosszabb megoldás. Van itt pénz, csak rossz helyen van, tehát ha megnézzük, hogy mi volt például az emissziós botránynál, mekkora pénzek, tehát nem 3000 eurókról van szó, meg 100 eurókról. Mennyi pénz, mennyi millió pénz, mennyi millió euró ment el, és senki, de senkit ezt nem kértek számon, és ez a pénz hiányzik. Tehát rengeteg olyan dolog van, tehát az, hogy a korrupció ilyen méreteket ölt. Hát itt egyrészt rendszerhiba is van, de ha nem lenne olyan, aki kapható, tehát aki ad és kap és elvesz, akkor a gyenge rendszer is jobban működhetne. Tehát rendszert is kell változtatni, a szempontból rendszerhiba is van, de tőlünk is függ, hát ha nyújtanak, ha adnak, és én is voltam ilyen pozícióban többször, és nem fogadtam el, kérem szépen. Lehet, hogy kinevettek valakik, vagy a kollégák, no de naponta borotválkozom, és bele tudok nézni a tükörbe. De az, aki esetleg nem csinálta ezt, és utána jön a farokcsóválja a kutyát effektus, ha valaki már egyszer elfogad valamit, akkor már kezdik őt hátulról irányítani. És ez a legnagyobb gond, hogy a politikusok között is sokan vannak ilyenek, másutt is sokan vannak ilyenek, és az összefonódás a gazdaság és a politikum között nagyon erős, tehát pénz van. Nem az apró pénzt kell így megfogni, hanem a nagy pénzt nem szabad úgy kiengedni, és akkor megoldódhat az orvosoknak is a problémája, a tanároknak is, és a többi hivatásnak is a problémája. Ez ugye elsősorban a jól működő igazságrendszerre volna szükség. Hát óriási probléma, amíg a legfőbb ügyész olyan, aki ott van. Az igazságot, hát mai sajtótermékben szerepel Oszkár Fegyveresnek a neve, lehet, nem mindenkinek mond valamit. A Mihály Kovács elnök, ex-elnöknek, az akkori elnöknek a fiát elrabolták. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a titkosszolgálat benne volt. Az, aki benne volt az akcióban, ő segíteni akart. Kérem szépen, kiűzték őt az országból. Kiűzték őt az országból, pedig ő az igazságot képviselte, és fölvállalta azt, hogy hát igazságtalanság történt, és ő, mint az akkori titkosszolgálatnak a tagja, alkalmazottja, elmondta, hogy disznóság van, emberek, mi történt? Nem azok, akik disznóságot követtek el, ők bűnhődtek, őt űzték ki az országból. Ugyanez az eset, Marina Hedvig esete, ugyanez az eset, és X olyat tudunk mondani, ahol sok ilyen névtelen ember van. Ha fölmerjük vállalni azt, hogy igazságtalanság van, és kimerek állni, de akkor állhatok ki, hogy igazságtalansággal szemben, ha én is megpróbálok igazságos lenni és őszinte lenni. Ha én elveszem a dugi pénzt,
akkor hiába mutatok a másikra, hogy ne vegy el, tehát nem szabad elvenni. Nem szabad elvenni, és olyan feltételeket kell teremteni, hogy lehetleg ne vegyék el. És ha ez kitudódik, akkor meg kell büntetni. Tehát rendszert is változtatni kell, de ez emberfüggő. Tehát ha én kapható vagyok erre, akkor hiába van egy tökéletes rendszer, mert én szubjektíve úgy csinálom a dolgot, hogy nekem jó legyen. Itt kell változtatnunk, a fejekbe kell változtatást. A rendszerváltoztatásnak a fejekbe kell megtörténnie, és nagyon messze vagyunk még attól, és ez a társadalom, ahol élünk, hát mint Makó Jeruzsálemtől, és az igazságügy területén kell a legtöbbet tenni, és egy államfőnek kutya kötelessége ráirányítani a figyelmet, és elmondani, hogy igazságtalanság történt, és nem kiállni ilyen hamis szolidaritásként, azért mert ő is funkcis, tehát tisztségviselő, meg én is, akkor azt mondom, hogy minden rendben van, hát valami kis simli történt, de nem olyan veszélyes. Igenis veszélyes, és rá kell mutatni, és az államfőnek ezt meg kell csinálnia. És ha én oda kerülnék, ezt megtenném. Megtenném, mert nem vettem el, és nem fogom elvenni azt, hogyha valaki így akar lekenyerezni. Mivel nálam is mikrofon van, ezért még én is jogosan hozzászólni. Sajnos Malina Hedviggel is ugye megtörtént ez a kiűzés az országból, és szó volt ugye a civil kurázsiról. Ugye a mi kötelességünk többek közt az is, hogyha igazságtalanságot látunk, akkor fölemeljük a hangunkat. És ez ugye nem csak a kétnyelvű táblákra vonatkozik, hanem ugyanúgy az igazságszolgáltatás bármely más részére is. Mark? Újabb most kérdés. Kerge Marha kérdezi, hogy beszélhetne róla, hogy miért nem vette fel a kettős állampolgárságot, mikor Csáki 2010-ben nyilvánosan bejelentette, hogy az MKP összes parlamenti képviselője, tehát Bártos is demonstratívan fel fogja venni a magyar állampolgárságot. Rossznak tartja Orbán törvényét, fél a szlovák retorzióktól? Egyenes, őszinte kérdésre őszinte válasz. Én nem tettem ilyen kijelentést, és azért nem veszem föl, mert a jelenlegi állapot rossz és nem teszi lehetővé. Én nem szeretném elveszíteni a szlovák állampolgárságomat. Minden tiszteletem azok iránt, akik ennek ellenére fölvették, ők bátor emberek, én nem tartozom ebbe a kategóriába, de szerintem törvényt kellene változtatni, és nem a törvénnyel van baj, az ellentörvénnyel van baj, ami itt van. Ezt kellene megváltoztatni. Egyre inkább érkeznek a kérdések. Szenciként mit szól ahhoz, hogy Szenc teljesen elszlovákosodott? Kérdezi Csegevara. Igen, a számok azt mutatják, hogy teljesen elszlovákosodott. De én azt mondom, hogy a szenci magyarok összefogása azt eredményezte, hogy tavaly is, meg most is több az elsős, és olyan szülők is magyar iskolába iratják a gyereket, akiknek az egyik szülő nem magyar, azért, mert jó minőségű az oktatás, jó a magyar iskola, összefognak a szenci magyarok, a szenci csemadok nagyon jó, a szenci magyarok között, a pártok között az együttműködés is jó, és kérem szépen, a számok azt mutatják, amit mutatnak, abszolút számokban nem csökkennek, nem csökken a ottani magyarok száma, nagyon sok, aki oda bejön, mert közel van Pozsonyhoz. Tehát ilyen szempontból nincsenek Pozsonyban, de ott vannak Szencen. Így természetesen kevesebb százalékban a magyarok száma, de örülök annak, hogy az összefogás, és amíg szerintem, tehát ott még tömbben él a magyarság, ez vonatkozik természetesen elsősorban Komáromra, tehát Komárom járásra, Dunaszerdára. Ne várjuk meg azt, amíg olyan probléma lesz, hogy annyira kevesen leszünk. Már most fogjunk össze, és tegyünk azért, hogy ez a lemorzsolódás, ez lassuljon ez az iram. És ha lehet, akkor próbáljunk változtatni ezen, mert lehet változtatni. Lehet változtatni, tehát az igazság az, hogy százalékban kevesebb a magyar, de most több az elsős, mint korábban volt, amikor a százalék arány más volt, és sokkal jobban összefognak a szenci magyarok, mint korábban. Tehát lehet ez ellen tenni, és kell ez ellen tenni, és a szenci példa erre jó példa. Tehát ne csak a számokból induljunk ki, nézzünk mögé a számok mögé, és nézzük meg, hogy milyen a valós helyzet. Még gyorsan egy utolsó bumbos kérdés, aztán ígérem, visszaadom a mikrofont. Aja azt kérdezi, hogy elvállalná-e Bártos Gyula a megszerzett bizalom alapján a Magyar Lakta Régió önkormányzatainak összefogását az EMOS mintájára, ami alapja lehetne egy esetleges magyar felsőbb önkormányzati egységnek. Az EMOS-t az MOSZ vagy az Unia, ami ezt... Hát azért ne keverjük össze a város és falvak társulását, bárcsak már ott tartanánk, hogy ez a közösség meg tudná nevezni, illetve dönteni tudna arról, hogy ki képviseli hasonlóan, mint a Vajdaságban az ottani Magyar Nemzeti Tanács. Bárcsak már ott tartanánk, nem tartunk ott. Ha ilyen lesz
és akit erre, akit ezzel megbíznak, aki bizalmat kap, el kell vállalnia, mindenkinek el kell vállalnia, aki erre bizalmat kap, és aki ezt tudja tenni. Tehát ez nagyon messze van, bárcsak már ott tartanánk, hogy ez lenne a kérdés, hogy a itteni Magyar Nemzeti Tanácsnak ki legyen úgynevezett főnöke vagy vezetője. Sajnos még ettől nagyon messze vagyunk, és ez baj. Köszönöm szépen. Kérném a mikrofont átadni az úrnak, oda a sarokban. Ugyanis kérdése volna. Akinek még van kérdése, az hamarosan felteheti. Ott az úr jelentkezett már. Igen. Azonnal oda jutunk. Tessék. Szép jó estét kívánok mindnyájuknak. Rálik Róbert vagyok. Várdos Gyulától azt szeretném megkérdezni, hogy a közvéleménykutatások növekvő népszerűséget mutatnak az MKP-nak. Legutóbb a Polisz mérte 6%-ra az MKP-t. Itt is tapintható egyfajta növekvő bizalom Várdos Gyula iránt. A kérdésem az, hogy valójában ez a bizalom nyilvánvalóan, ez a növekedés abból is adódik, hogy sok híd közeli vagy egyébként a hídra szavazó választópolgár is favorizálja Várdos Gyulát. Csak hát ez valahogy ellenben van, vagy hát szembe megy azzal a felsőbb vezetési elképzeléssel, hogy a hídszavazók inkább Rusovszkit támogassák. Érzettön ilyen fajta kettősséget vagy szakadást az egyszerű választó és a felső vezetés elképzelése között a különböző találkozókon? Robert, teljesen egyértelműen azoknak az embereknek az igénye, akik nem töltenek valamilyen tisztséget, az nem az, hogy a pártemberek meg a pártok valami módon összeboruljanak, és én sem államfőjelöltként nem a pártokat, nem a pártvezetőket és a párt funkcionáriusokat, hanem az embereket, a választópolgárt. Polgári jelölt is vagyok. Tehát polgári jelölként a polgárt kívánom megszólítani. És nekem teljesen mindegy, idézőjelben teljesen mindegy, hogy ki hova tartozik. Ha itt fölismeri a lehetőséget, akkor szeretném az ő támogatását megszerezni. Tehát itt ebben nem parlamenti választásról van szó, nem megyei választásról van, nem helyi választásról van szó. Kicsit próbáljunk elrugaszkodni ettől, és próbáljunk fölnézetből egy kicsit ez a provincializmusunk, hogy most mi mindig a kájától indulva csak a szomszédot látjuk, hogy ő nehogy jobban, én nehogy. Itt nem erről szól a nóta, itt arról szól a nóta, hogy nem a pártokról szól, ez a közösségről szól, ez a rólunk szól. És így szeretnék megszólítani az embereket, és így szeretném, ha ez a rólunk, ez a közösség ezt tudna eredményt elérni. Aztán majd a pártok is, meg a vezetők, meg a funkcionáriusok is majd fognak igazodni, hogyha az igény alulról fog jönni. És most meg lehet mutatni, hogy van civil kurázsi, van igény. El kell jutni oda, hogy a polgár legyen az, aki megmondja, hogy mit csináljanak azok, akik ott vannak, és ne aki ott van, mondja meg a polgárnak, hogy most kire szavazzon. Azt hiszem, a kérdés úgy hangzott, hogy éreztél a felsőbb nyomást? Nem, semmilyen nyomást nem éreztem senki részéről, és hát nagyon örülök, hogy ilyen nem volt, de még ha lenne is, ettől én mentessé teszem magam, mert úgy érzem magam, mint hal a vízben, nem csak a halak jegyében születtem, azért mondom ezt, de olyan szempontból, hogy végre most ez egy olyan lehetőség, hogy nem csak egy kulturális szövetségben, nem csak egy megyében, ahol például csináltam, vagy csinálhatom, hanem nagyon remélem, hogy itt a Felvidéken, a szlovákiai magyarok között is végre hangsúlyozottabban lehet beszélni arról, hogy ne mindig azt a kis dolgot, ami elválaszt, és ne csak az én egómat, hanem próbáljuk a közösség szempontjából a közösségi érdeket nézni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kívánok mindenkinek, Orosz Jelenek hívnak. Várdos Gyula majdnem válaszolt a kérdésem, amit fel akartam tenni. Azon a kérdésem, hogy egész este az összefogásról beszél, és tudjuk, hogy lesz még bőven választás idén, és azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e számítani, lesz összefogás, vagy az Európa Parlamenti választáson, vagy pedig a helyhatósági választásokon. Mármint gondolom, MKP-nél. Az én véleményem teljesen egyértelmű, én szeretném, és én például Pozsony megyében is bizonyítottam, hogy komolyan gondolom, és hál' Isten sikerült eredményt elérni. A Csemadokban is komolyan gondolom, és nagyon remélem, hogy ott is még további eredményt fogunk elérni. Erre a kérdésre nem itt, és nem nekünk kell, itt bizonyos specifikumok, sajátosságok vannak. Nem tudom, hogy ki, hol, mikor tudja magát túltenni azon, de túl kell tenni magunkat azon, hogy ne az egymással szembenállás, ne az, hogy ne a másik
5 centivel magasabb legyen, vagy jobb eredmény kerüljön el, ne az legyen az elsődleges. Ha az a szempont, amiről beszéltem, és ez nem egy közhely, tehát nem az, hogy most egy idealista mondja ezt, hát tessék csak elmenni azok közé az emberek közé, akik azt mondják, hogy hát csináljátok úgy, hogy amikor eljön a megméretetés ideje, akkor nekem ne legyen gondom. A gondom csak az legyen, hogy az X vagy az Y vagy a Z, de ne legyen olyan probléma, hogy most az egyik kimarad, mert szeretném az egyiket, a másikat, hogy mikor jutunk el oda és hogyan. Hát ez egy valószínűleg egy hosszadalmas folyamat. Én a saját magam személyével, illetve saját magam is, de a kollégáimnak köszönhetően ott, ahol vagyok, ott, ahol voltam, ennek a szellemében tevékenykedtem, és ezt nagyon fontosnak tartom. De nem tudok időpontot mondani, nem tudom megmondani, mikor, itt, most vagy a következőben, milyen összefogásra kerül sor. Azt tudom, hogy a szlovákiai magyar részéről ez az igény megvan, hogy ezt meghallják-e, meghalljuk-e, hogy így mondom. Ez kérdéses, mert az, ami történik, az, ami különböző adok-kapok van, ami felerősödik, nem azt mutatja, hogy ezt a többség megértené, illetve ezt támogatnám. Tehát mindenkinek magából kell kiindulnia. Tehát ha én nem csinálom, akkor ne várjam el a többitől. És itt aztán teljesen mindegy, hogy a tömmagyarság, vagy pedig a szorvány magyarság, olyan szempontból teljesen mindegy, hogy mindenütt ezt meg kell csinálni, hogy a magyar érdek, a közösségi érdek lehetőleg ne sérüljön, hanem erősödjön. És ezt hogyan elérni, hogyan megcsinálni? Aki fölülről néz, vagy fölnézetből néz, azt mondja, hogy hát ne legyetek hülyék, hát teljesen nyilvánvaló, hogy ez kinek jó a mostani állapot, a mostani helyzet. Tegyetek úgy, hogy ez megváltozzon. Hogy mikor változik meg, és hogyan változik meg. Lényeg az, hogy nem a pártokat, nem a vezetőket kell összeboronálni. A választóknak kell olyan igényt megformálnia, hogy azok, akik ott vannak, ehhez igazodjanak. Köszönöm. Közönség részéről még van kérdés? Két rövid kérdésre akkor még van időnk először. Az első sorba kérném a mikrofont, majd a második sorban önnek visszaadom. Tessék parancsolni. Még egyszer Betyőszki Pál vagyok. Szó esett a korrupcióról. Tudjuk, hogy bármilyen szinten a korrupciónak hihetetlen demoralizáló és züllesztő hatása van. De ez erkölcsi kérdés. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a média hihetetlenül züllesztő, rádió, tévé, sajtó. Azt is tudjuk, hogy a szlovákiai média ugyan magyar és szlovák nyelv, mégsem se szlovák, se magyar nyelv. És ebben összefügg a jelöltek állítása. Ha a jelöltek erkölcsileg és műveltség szempontjából nincsenek felkészülve, akkor a közösség, a önkormányzatiság abszolút mértékben nem tud működni. Szerintem mindenhol és mindenütt el lehet és el kell dönteni, hogy aki jelöltként van, önjelölt vagy nem önjelölt, és mennyire tudja ezt vállalni, és mennyire tudja ezt a városokat teljesíteni. Itt nincs egy általános érvényű recept és megoldás, itt mindenkinek saját magából kell kiindulnia, és természetesen figyelembe kell venni azt az elvárást, amely a körülötte, vagy pedig akár más szinten is van. Tehát itt csak elméleti szinten beszéltünk erről. Fontos dolog, amit említettél, de az, amit előbb mondtam, ha ez nem következik be, ez nem erősödik föl, ha nincs, nem lesz nyomás alulról, a civil részről, a polgár részéről, teljesen mindig, hogy a polgár itt van, ott van, vagy amott van, de ha jó gondolja és a közös ügyet gondolja, akkor nyomást tud gyakorolni azokra, akikre nyomást kell gyakorolni. Köszönöm. Nagyon röviden, hogy a demokrácia az több pártrendszer. Na most itt van egy ilyen halva született nagymama története, hogy a kisebbségi magyarságnak annak csak egy párt lehetett, így alakult ki a Magyar Koalíció párt, hogy mégis bejussanak a mecsiári vagy mocsiári gáz miatt egyáltalán a parlamentbe, ugye? No, de ezzel van egy olyan helyzet, hogy akkor kialakul az Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer hangulat egy párton belül, ami életveszélyes, és akkor a kisebbségnek egy párt rendszer jut, ami ellen volt végig tulajdonképpen eddig, amíg volt az értelmesebbje. Miért nem működött úgy a megalakult Magyar Koalíció pártja, mint egy kisebbségi parlament, ahol különféle frakciók, vagy szekciók, vagy mit tudom én, a maguk véleményét egymással megvitatva eljutottak volna egy többségi véleményig, és ezt vitték volna be a nagy parlamentre? Hát sajnos azért nem működött, és azért nem lehetett olyan eredményt elérni, mert az, amiről beszéltem, az ego, a pénz, a személyes érdek, a csoportérdek,
üzleti érdek sajnos dominánsá vált. Ezt ki kell mondani. És ezért mondom, hogy én nem arról beszélek, hogy egy párt, meg egy párt rendezel. Én azt mondom, hogy a közösség szempontjából meg kell találni azt a modus vivendit, ahol nem ez, amit mondtam, a pénz, most én érdekem, meg a csoport érdek, még a biznisz lesz az elsődleges, hanem ne csak beszéljünk erről, hogy a közösségi érdek miért fontos, hanem ezt próbáljuk apró pénzre váltani és a mindennapi életben is gyakorolni. Péter, hogy ez mikor kerül sor és hogyan kerül sor? Én nem tudok megoldást arra, hogy most így kell vagy úgy kell, de ami most van, ez nem jó. Tehát változtatni kell. Ezt nem csak én mondom, a közvéleménykutatások, a népszámlálások azt mutatják, hogy Ácsi, meg kell állni, gondolkodni kell, és paradigmaváltásra van szükség. Hogy ez hogyan történik meg, mikor történik meg, ki kell történik meg, kérem szépen, ez rajtunk múlik. Köszönöm, Szabó Dávidnak van a további kérdésem. Jó napot kívánok, Szabó Dávid vagyok, a Sejános Egyetem Hallgatói Önkormányzatától. Az én kérdésem az lenne, hogy a közelmúltban ugye felmerült az, hogy a Sejános Egyetemet vissza akarják minősíteni főiskolává. Önnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Köszönöm szépen. Hát, teljesen egyértelműen a Sej János Egyetem kell, hogy maradjon. Eddig is tettünk érdekében, és továbbra is tenni kell. Ha már itt olyan sok mindenről negatívan beszéltünk, ezért tényleg nagyon örülök, hogy ezt föltetted ezt a kérdést, mert azért ez egy nagyon fontos eredmény, hogy van Sej János Egyetem. Tehát a sokat cidott Magyar Koalíció pártja, illetve amiről beszéltünk, hogy miért nem tudta tovább, stb. Ebben az esetben el tudta érni és elérte azt, hogy van magyar állami egyetemünk. Tehát nem magánegyetemünk, tehát ha aki meg akarja változtatni, törvényt kell változtatnia. Tehát ez egy nagy eredmény. Tehát ha negatívokról beszéltünk, nem azért, mert a végén szeretnék olyan pozitívot mondani, de valóban nagyon jó, hogy van egyetem, az egyetemet őrizni kell, az egyetemet fejleszteni kell, az egyetem nagyon fontos, de az egyetem mellé kell az elsős, kell az alapiskolás, kell a középiskolás. Tehát nekünk abba kell gondolkodni, hogy gyerek legyen, magyar gyerek legyen, aki majd a fölnő, akkor a Sej Egyetemen tanulhasson, és ezt a ott megszerzett tudást, ezt a közösség szempontjából, meg a saját maga szempontjából is kamatoztatni tudja. Köszönöm, van még kérdés? Amennyiben nincs, akkor... Jó, még egy utolsó kérdés. Megengedünk. És utána jön az árszállás. Nekem van egy nagyon demagó kérdése. Előre bejelentem. Szóval nekem van ilyen ősanyargató hajlamom, és elmentem hétfőn a Durvai Miklósnak az egyik ilyen önálló estjére. És ott elhangzott, itt is elhangzott, többször elhangzott a korrupció, és ő úgy zárta azt a beszélgetést, hogy a felvidéki magyar politikum az egész politikumhoz is képest és a legkorruptabb. Most ha kialakul a jelöltségedből egy olyan politikai potenciál, akkor szerinted ezt hogy lehet továbbvinni, hogy ne veszel be a korrupciónak a zsákutcáiba? Hát a számonkérés és az ellenőrzés, tehát nem csak 4 évente, hanem állandóan ellenőrizni kell, és a körmükre kell nézni mindenkinek, az enyémnek is, az én körmömre is, mindenkinek a körmére, helyi szinten is, megyei szinten is, országos szinten is, sőt tovább megyek, még ottani szinten is, ami egy kicsit odébb van. Csak így lehet. Hát másképp nem lehet. Mert az, hogy ilyen mondat elhangzott, ez a tapasztalat, illetve az, ami történt, az mondatta ki Miklósból ezt a mondatot. Amit én mondtam, ez se volt távol attól, amit mondtam. Anélkül tudnék bizonyítékokkal szolgálni, tudnék konkrétumokkal szolgálni. Az, ami történt, az elsősorban amiatt történt, amit úgy hívnak, amit a föníciaiak kitaláltak. És ez mutatja, hogy ha a legközelebb pozícióba lehet valakiket juttatni, nagyon nézzük meg, hogy kit teszünk, vagy kit juttatunk oda, és ha oda juttatunk, bárki is az, bármennyire is rendes volt eddig, utána is nézzünk a körmére, hogy nehogy véletlenül ő is olyan útra tévedjen, mint ahogyan nem kellene. És köszönöm szépen, akkor a következő néhány percben le is zárnánk ezt a mai vitástet. Nem szeretnék én most külön mély eszmefuttatásokat folytatni arról, hogy mi volt itt ma este, illetve mit beszéltünk meg. De azt azért szükséges elmondani, hogy egy valamire egy komoly igényünk van. És ez az igény, ez egy nagyon konkrétan megfogalmazott igény, amely nem más, mint az, hogy a dolgok működjenek rendesen. Ahhoz, hogy a dolgok rendesen működjenek, csak
együttműködéssel lehet eljutni. Az együttműködés csak mi közösen tudjuk elérni. Ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk egymással. Meghallgassuk egymás véleményét, és tiszteletben tartsuk egymás véleményét. Ez nagyon fontos. Ne ítéljünk el senkit a véleménye miatt. És azt hiszem, az elnökválasztás is most egy remek alkalom arra, hogy meghallgassuk a szomszéd véleményét, meghallgassuk a különböző véleményeket a családban, és próbáljunk meg konszenzusokat elérni, vagy próbáljunk meg konszenzusokhoz eljutni. Én nagyon szeretném megköszönni Gazdag Jóskának és Sánta Szilárdnak ezt a mai estét, hogy így összehozták. Én még egyszer elmondom, hogy a Komáromi Szalon egy teljesen civil kezdeményezés, amely nulla befektetett euróból készül, és jövő héten minden bizonnyal találkozunk, ezért most átadnám a szót Gazdag Jóskának, hogy zárja a mai estét. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy meghallgattak minket, és köszönöm Bárdos Jóának a részvételt. Ha lehet, akkor is szeretném megköszönni Jóskának és Szilárdnak a meghívást, a Komáromi Szalonnak, hogy van, hogy lehetőséget terem, önöknek, hogy eljöttek, és volt türelmük meghallgatni, és arra kérem önöket, hogy amit elhangzott, ne tartsák meg maguknak, adják tovább. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Bárdos Gyulának, hogy eljött közénk. Köszönöm Mackó Sándornak is, hogy vállalta a házigazda szerepét. Két dolgot szeretnék még itt zárásként elmondani. Elsőként még muszáj reagálnom egy új szós felvetésre hátulról. Én is az új szóújságírója vagyok, sportújságíró ugyan, de az új szóhoz tartozom. A mai rendezvénynek a beharangozója egy kicsinyített plakát, háromszor is megjelent az új szóban, Bárdos for President címmel. Tehát a város szerte kitett plakátoknak a hűmása az megjelent kétszer az újszó futball mellékletében, egyszer a Lakatos Krisztának a hétvégi szalon mellékletében, és erről a mai beszélgetésről is a szombati újszóban olvashat majd egy összefoglaló cikket. Ennyit csak így megjegyzésként. Illetve hát az egész, a mai estének is a média partnere az újszó. A második, amire fel szeretném hívni a kedves közönség figyelmét, hogy egy hét múlva csütörtökön, február 13-án a Somorján lesz egy nagyon érdekesnek ígérkező beszélgetőest szintén. Ott a Komáromi Szalon mintájára szerveződött egy Somorjai Kaszinó nevű beszélgetőes sorozat. Jövő héten csütörtökön Vrabec Mária lesz ott a vendég, és vele beszélget majd Lovász Attila. Mi itt a Révben, a Komáromi Szalon beszélgető estén legközelebb február 28-án, február utolsó napján, az egy pénteki nap lesz, akkor találkozunk. Eljön közénk Budapestről egy rendkívül népszerű pszichológus nő, úgy hívják, hogy Tari Anna Mária. És Tari Anna már megjelent két bestseller, a Z-generáció és Y-generáció címmel. És vele arról beszélgetünk majd, hogy a Facebook és az internet mennyire változtatta meg a mi életünket, mennyire változtatta meg a gondolkodásunkat, a nyelvünket mennyire változtatta meg, illetve hogy milyen személyiség zavarokhoz, milyen személyiség torzulásokhoz vezet az, hogy a technikai fejlődés sokkal gyorsabb, mint az érzelmi és a lelki fejlődésünk. És ez nincs, tehát ez a kettő aszinkronban van, és ez milyen személyiségtorzulásokat eredményezhet. Tari Anna Mária lesz tehát a vendégünk február 28-án. Én köszönöm szépen, hogy ma este eljöttek meghallgatni Bárdos Gyulával a beszélgetést.